Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, az Eurosporton Szatmári Attilát és Lantos Andrást hallják. Folytatódik a felkészülés a kockaköves egynaposokra, és azok közül is az egyik legnagyobbra, a flandriai körre. Ennek a felkészülési időszaknak az egyik fontos állomása a Nokere Kurse, vagy most már évek óta Danilit Nokere Kurse, hiszen névadó szponzora is van a versenynek, amely Udenárt környékén, attól egy picit északra zajlik. Nokere egy kicsi, alig 400 fős település a központja, vannak kockaköves részek, vannak emelkedők, és ahogy nézem, volt eső, úgyhogy nem elég, hogy hűvös az idő, nem elég, hogy szelet mondanak, de még esett is. Szóval lehetséges, hogy most fog megszakadni az a sorozat, amit a képernyőn láthatnak, azaz, hogy az utóbbi években, 2014 óta folyamatosan mindig mezőnyhajrá döntött, nagy létszámú mezőnyhajrá döntött itt Nokerében. Igen, noha a szervezők abban bíznak, hogy az évek során sikerül annyira nehezíteni a körülményeken, hogy sokkal inkább a flandriai Paris-Roubaix-ként kerül majd be a közönségnek az emlékezetébe. Itt most nagyjából azzal tudtak ehhez hozzátenni, hogy a 195 kilométerből, ami vár a versenyzőkre, 20 km kockaköves, még hogyha nem is Paris-Roubaix szintű kockakőre kell gondolni, de amiben reménykedtek, és az megadatott, az az viszonylag erős szél, és tényleg az eső, ami elképzelhetővé teszi, hogy megszakad majd ez a sorozat. Noha például a Quickstep Cavendish-sel, vagy korábbi győztesként a Bingul Duponttal nagyon arra készül, hogy ezért itt majd mezőnyhajrá lesz. Szokásos bemutatkozó képek még itt a verseny előtti időszakról. Az Ineos Grenadiers mindössze 5 versenyzővel érkezett, viszont abban az 5 versenyzőben van 3 elég jó sprinter. Narváez, aki ugye az omlópon nagyon szépen ment Van der Poel-lal, illetve ott a Novindál és Ethan Hayter. A hazai csapat, amelyet mindig megmutatnak, a Sport Flanderen Baloise, és itt van az Alpecin Phoenix is. Igaz, Van der Poel nélkül. Philip Szent hallgathatjuk, nagyon boldog vagyok, és jól is érzem magam. Szeretem ezt a versenyt, és nagyon bízom benne, hogy egy szép nap lesz a vége. Dit is een mini Paris-Roubaix geworden, 20 km kasseien in totaal. Ja, zijn wel wat kasseien, maar ja, ik doe het wel graag. Philipsent ugye láttuk a Párizs-Nizzán a múlt héten, és elég sok versenyző van, akik a Párizs-Nizza után választották azt, hogy ide jönnek majd, és általában a Coxsideval a pénteki versenyen együtt vállalják ezt a kockaköves klasszikus vagy félklasszikusnak nevezett versenyt. A Tartolettot láthattuk egy pillanatban, és itt van az Izrael, benne az a Sepp van Marke, aki, hogyha nem mezőnyhajrá lesz, akkor az egyik legnagyobb esélyes, de Rudi Barbier mezőnyhajránál is azért ott van a legjobbak között. Van már pedig már azért jó eredményeket nyújtott itt idén is, hiszen az omlopon például egy harmadik helyet tudott fölmutatni. Paris-Roubaix-ra készülünk ezen a versenyen. Tavaly is ez volt a helyzet, de ugye tavaly sajnos azt a versenyt végül nem rendezték meg. Ezúttal nem Roubaix-s felszereléssel megyek, mert itt azért nem olyanok a kockakövek. De próbálok nyerni ezen a versenyen. A legfontosabb viszont az, hogy menjünk, hogy tekerjünk, belekerüljenek a kilométerek a lábakba. Viszont nem lesz könnyű itt a végén a körpálya, a szél miatt. Oda kell majd figyelni. Ik hoop toch met deze wind. We hebben nog niet zoveel wind gehad dit jaar. En ik hoop toch met deze wind als de renners willen koersen. Oké, jól értem, akkor mindig a szélről van szó, ami ugye itt majd akár az ilyen 30-35 km/h sebességet is elérheti, és aki látta, velünk volt a Párizs-Nizza utolsó szakaszán, ugye ott ilyen 30 km/h szél volt, amikor leértek a folyóvölgybe, amikor Roglic másodszor bukott, és hiába volt ott mellette a csapata, abban a szélben nem tudtak fölzárkózni. Szóval ez már az erősségű szél, amit ha oldalról kapnak a versenyzők, és valaki nem figyel, akkor rá lehet faragni. Így van, a Lottót láthatjuk, ahogy a csapatbuszból érkeznek ki. Egy elég érdekes csapat összeállítással a Lottó, egy fiatalokból álló, elsősorban hegyen kifejezetten jó versenyzőkből álló csapat ez. Gerber Tyson viszont kifejezetten gyors, tehát a végén akár a sprinteknél is figyelni kell rá. Íme az új World Tour csapat, az Intermarché Vanti Grober Materio, és azért egy kis műsort is adott nekünk Lukasz Pöstlberger, aki ugye Bora Hansgrohe-val megy, Baskával, Gamperrel többek között. Két gyors ember náluk, Martin Laas, illetve a Párizs-Nizzán már egyszer megcsodált, Jordi Meuse, aki most nem felvezető ember lesz, mint akkor Ackermannnak,
hanem végre saját magáért mehet. Talán aztán majd meglátjuk, hogy kettejük közül kimaradott a végén, mert ez az a típusú verseny, ahol komoly erőket kell mozgósítani, hogy a végén a mezőny hajrában az elejében maradj. Így van, az UAE csapata Jergel, Lengennel, Márkátóval, Molánóval, Rui Oliveirával és Jabusenkóval egy jól csengő hatossal érkezett el a Pépér csapata, és a FTG, ahol azért egy agyesélyes, vagy legalábbis nem is annyira titkos esélyesként kezelt Jake Stewart is ott van a csapatban. Nagyon-nagyon szeretem a kockaköves versenyeket, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Sokan abban bíznak a csapaton belül, hogy ott lehetek majd a sprintnél, de nyilván a kockakövek és az időjárás is nehezíti a mezőny hajrát. Egy nagyobb csapatból nyerhetsz? Én azt gondolom, hogy igen, erre megvan az esély. A lényeg az, hogy a végén maradjon erő, és próbáljak is maradni. Ismered a Åkerberget, az utolsó emelkedőt? Igen, tudom, hogy a legfontosabb az, hogy a pozíció és a taktika helyén legyen. Ugye egy második hely az omlupon jelezte, hogy ezt az évet nagyon jó formában kezdte Jake Stewart. Itt pedig már közben a színpadon a trekkesek, ezek még mindig a verseny előtt készült bemutató képek. És a Quickstep, ahol ugye Cavendish jó eredményében bíznak, ha mezőny hajrá lesz, akkor mindenképpen benne, Monsteri második helye után. Gyorsan vissza a trekkesekhez, csak ennyi ideig tartott megtalálni a listán. Szóval a trek is ugye kisebb létszámmal, csak 5 fővel érkezett, viszont itt van velük Tönsz, aki ugye a Párizs-Nizzán ment, és azért az az edzésmunka, az a terhelés, az benne van a lábaiban, ez neki itt az év első szakaszában még előny lehet sokkal inkább, mint hátrány. Sokkal kevésbé fáradt valószínűleg Tönsz, mint amennyire lendületben van a Párizs-Nizza után. És itt van Alex Kirch is, aki szintén ment vele a Párizs-Nizzán, ugye Deceuninck Quickstepben pedig említetted Cavendish. Na és akkor itt van a Nokere Kurse útvonala. Denzéből indult a mezőny, megtettek egy meglehetősen hosszú déli irányba tartó utat, majd következett Kruisem környékén egy nagy kör. Ez a nagy kör, amit most látnak, ugye itt elmentek egészen Udenárdig, amit a flandriai körről ismerünk. Ezt a kört már nagyon jól ismeri a mezőny, és aztán visszatértek Nokerébe, amely ugye a verseny központja, és itt kezdődik az a kisebb kör, amit összesen 3-szor kell teljesíteni, és ezen a kisebb 30 kilométeres körön belül van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kockaköves rész. A nagy részük ilyen 300-400 méter hosszú, de amit itt, ha minden igaz, ötössel jelöltek, az egy 1600 méter hosszú kockaköves szakasz. Ezek pedig már az élő képek, és láthatjuk azt a szökevény csoportot, amely viszonylag nagy előnyre tetszett, hiszen már majdnem 4,5 perc az előnye, legalábbis nálam itt a hivatalos adatoknál. Itt 3.12-t írnak, úgyhogy lehet, hogy hirtelen lecsökkent ez a különbség. És nagy részt azért fiatal versenyzőkből áll a szökés, Julien Vignard-Ferraz, Zoccarato Rabit, de például Damien Godin egy elég erőteljes kivétel, hiszen ő a rutint képviseli a maga 34 évével. Szóval volt ez 4,5 perces különbség is, és egy kérdés, hogy mikor kezdi el igazából a mezőny összeszedni őket. Még visszatérve egyébként arra a kockaköves térképre, amit láttunk, azért elsősorban a Nokereberg lesz az, amely egyébként a kör végén gyakorlatilag a befutóval végződik, amely leginkább szökésre esélyt adó kockakő, hiszen van egy nagyjából 6%-os átlag meredeksége, és hát eleve kockakő, még ha nem is a leghosszabb 350 méteres. Na játszunk egy játékot rögtön itt a közvetítésünk elején, kettős kereszt ES Bringa hashtaggel jöhetnek Twitteren a hozzászólások. Hány névvel, a jelenlegi szökevény csoportból hány névvel találkoztak már a most éppen közvetítést néző, kedves nézők? Nyilván, ha valaki hármat ír, akkor az az alap. Tehát aki háromnál kevesebbet ír, az... Nem mondom, hogy ne írjon. Most kapcsolja ki a tévét. Nem mondom, hogy ne írj, és ne kapcsolja ki a tévét, de akkor most itt a pillanat, hogy... Mert azért azt kell mondanom, hogy Godennel, Fanpukkéval és Robével szerintem már találkoztak a kedves nézők, de hogy ki az, aki kéz a szívre, szív a kézre, vagy hogy van, közben szakadozik a mezőny. Szóval, hogy háromnál több névvel találkozott már ebből a szökevény csoportból. Az UNOX dolgozik elég keményen, 4-5-en is itt ebben a csoportban, amely valószínűleg felelős azért, hogy a főmezőny darabokban jelenleg. Itt egy viszonylag egyenes szélnek kitett rész, és valószínűleg a nagyobb tempónak köszönhető, hogy az elmúlt kilométereken sikerült egy percet hozni a szökevényeken. Az UAE is itt van nagy számban. Kérdés az, hogy kik azok, akik nem tudnak itt elől lenni, és a leszakadók csoportját erősítik.
Itt van egy nagyobb csoport, ott még azért úgy tűnik, hogy, hogy beérnek a házak közé, az első sor össze fog zárni. Ez a nehéz egyébként ebben a versenyben, hogy vannak ugyan oldalszeles részek, de aztán mindig fordul az út, mindig egy picit más irányból kapják a szelet, úgyhogy nagyon jó pillanatban kell majd szétszedni a mezőnyt, mert ha valaki túl hamar szakít le esélyeseket, őket aztán hátul tartani az nem lesz könnyű. Látszik, hogy itt megy a vetkőzés, öltözés, van, aki veszi le a kabátot, van, aki még ragaszkodik hozzá, de ilyen képeket fogunk még ma látni, ez szinte biztos. Ilyen oldalszélben szétszakított mezőnyről készült képeket. Igen, és ezek már előrejelzik, hogy ha lesz is mezőny hajrá, az valószínűleg egy erősen megfogyatkozott mezőnynek a hajrája lesz. Nem 50-60 fővel, hanem sokkal inkább 20-30-al. Itt az Uno X, akik az elmúlt versenyeken azért, ahol versenyezhettek, kifejezetten kellemes benyomást keltettek, hiszen voltak általában a szökevény csoportban is embereik, most ugyan nincs, de például Halvorsen kifejezetten jól teljesített. Itt pedig egy kockaköves rész, amellyel már ismerkedhetünk közben. Szökevény csoport ezen a vízes kockakövön kell, hogy dolgozzon és teljesítsen, és hát vannak olyanok, akik kifejezetten jó barátságban vannak a szökevény csoportból a kockakövekkel, hiszen például Panhof a Paris-Roubaix fiataloknak rendezett versenyén tavaly negyedik helyet szerzett, de a már említett Gauden pedig a felnőttek között volt 2013-ban ötödik. Ez éppen a befutó, tehát innentől kezdve jön majd négy kör. És ez az a emelkedő, amely helyenként 7-8%-os is. Ez a négy kör az szerintem nem egy helyes felirat, mert ugye 30 kilométeres egy kör. Ha valóban négy kör lenne, akkor még 120 kilométer lenne hátra. Úgyhogy valójában inkább csak három, ami még most hátra van. Lehetett látni azért, hogy kis gonosz ez a befutó, goromba kockakövekkel, tehát annak ellenére, hogy az utóbbi időben mindig mezőnyhajrá volt, ott nagyon meg kellett küzdeni a helyezésekért, tehát ne olyan mezőnyhajrára készüljön senki, hogy a végén a vonatok majd fölvezetik a sprintereknek, és akkor kihelyezkedik a legjobban, ki az, aki a legjobb pillanatban indul meg, hanem ez egy ilyen kőkemény szenvedés lesz majd a macskakövön, és az igazából az erősebb sprinterek, a kockakövet is, meg az emelkedőket is jól bíró sprinterek mehetnek majd jól. És meg az Uno X-re visszatérve, ha már az előbb említetted őket, ugye őket láttuk a Kürnön is, illetve láttuk a Sammenen, és talán a Sammenről emlékeznek sokan Rasmus Tiller második helyére. Szóval nagyon jól indult a norvégoknak az év. Azóta egyébként voltak a Grotepreis Saint-Pierre Monserén, amit szintén közvetítettünk. Talán múlt vasárnap volt az a verseny, hogyha jól emlékszem, hetedike, igen, akkor az akkor volt, és hát ott nem alkottak maradandót, Halvorsennek egy 23. hely jött össze, de azért ha azt nézzük, hogy Sammenen egy második hely, és például Resselnek köszönhetően a Kürn-Brüsszel Kürnön pedig egy top 10, akkor egész jó tavasza van eddig a norvég csapatnak. Így van, és most is láthatóan ők azok, akik leginkább diktálják a tempót, 3 perc környékén tartják a szökevényeket, amikor 90 km van hátrész, de mindenhol azért ázott utakat látunk, és mondom, a szervező külön arról beszéltek, a főszervező el is mondta egyébként, hogy idén is már nehezített pályát szerettek volna, még ennél is nehezebbet kijelölni, csak az út karbantartási munkák ezt azért nem tették igazából lehetővé, de Roni de Slovere arról beszélt, hogy jövőre már megpróbálják azokat az útszakaszokat is beiktatni, amivel még inkább elérhetik azt, hogy ilyen szakadások legyenek, és sokkal inkább egy klasszikusra emlékeztessen, ne egy kockaköves klasszikusra maga a verseny. Ugye 35 kockaköves zóna, 20 km összesen, és akkor ők is érkeznek. Láthatjuk azt, hogy hogyan is alakulhat itt nagyobb lendülettel érkezve a sprint. Gyakorlatilag a végig, az aljáig, az emelkedő aljáig el lehet kísérni még vonatokkal a sprinter, de valószínűleg az utolsó 250-300 méterre már nagy felvezetés itt nem várható. Nincs olyan jó minőségűnek, talán nem is nevezhető ez a kockakő. És azért lehet látni, hogy itt még van benne egy kanyar, ahol azért, hogyha valaki nagyon kívülre szorul, az még akár jelenthet némi hátrányt. Az Uno X-esek nagyon szépen fölvonultak a mezőny elejére, azért jó látni egy kisebb norvég pro-tímet irányítani egy ilyen versenyt. Ugye a Europe Tourba tartozik a Nokere Kurse, tehát nem World Tour versenyről van szó. Aha, azért írják, hogy most van 3 kör hátra, mert csak akkor vált a körszámláló, ha mezőny jön át a célvonalon. Na most már jó a felirat. Szóval, hogy annak ellenére, hogy egy fontos felkészülési állomás úgy a Flandria, mint a Paris-Roubaix előtt, azért ez nem számít bele a World Tourba.
hanem egy klasszik Europe Tour versenyről van szó. De azért nézve, hogy milyen csapatok vannak itt a mezőnyben, azt hiszem Norvégiában egy páran most felbontanak egy jó kis olajos halkonzervet, mert a sajátjaikat láthatják egy ilyen szintű verseny elején. Három perc környékén ingadozik a szökevény csoport előnye, és volt már egy kedves néző, aki a kezére tette a szívét, vagy fordítva, és azt mondta, hogy ő 4 nevet ismer a jelenlegi szökevény csoportból. Hát most legyünk őszinték, szerintem 4-nél messzebbre mi sem nagyon jutottunk, pedig nekünk ez a dolgunk, de alapvetően olyan nevek vannak elől, akik még fiatalok, és nyilván ezért is szöknek. És azért jó látni a szökésben erőteljesen szegény Párizs-Nizza után, hogy itt megvan a lelkesedés. Így van, közben azt számolgattam, hogy milyen a tempó az első 2,5 órát figyelembe véve, miközben azért vannak ilyen elég technikás hajtűkanyarok, amiket meg kell oldani, és nyilván óvatosnak kell lenni a főmezőnek. Szóval azért egy jócskán 40 km/h fölötti átlagot produkálnak, inkább 43 az az átlag, ami eddig összejött, semmint alatta, ami jelzi, hogy rossz idő vagy eső és szél sem lehet akadály. Itt azért van tempó, nem spórolnak. Nagy kérdés, hogy ha ténylegesen együtt maradnak, akkor a sprinterek azok mennyire fogják bírni, mennyire kapják meg azt a támogatást, amiről mondjuk Cavendish beszélt, hogy azért egy olyan csapatot raktak össze mellette Steimlével, Jó Casey-vel vagy Archbolddal, akiknek az a feladata gyakorlatilag végig, hogy ráfigyeljenek és neki készítsék elő a terepet. Az újabb kockaköves része jár a mezőny, ugye Nokeréből kijöttek, Cruijffhouten felé mennek, és a két település között van a Herlegem-Strát, ez az, amire most megérkezett a mezőny. Ez is egy ilyen pár száz méteres kockaköves rész, tehát itt nincsenek olyan hosszú szakaszok, mint mondjuk a Párizs-Nizzán, vagy a Paris-Roubaix-n, nem beszélve például a murvás szakaszokról a Strade Bianche-n. Úgyhogy itt inkább ilyenekre kell készülni. Maga a környékről annyit, Cruijffhoutenről, ahol a pillanatokon belül meg fognak érkezni, hogy nagyon érdekes a neve, ugyanis korábban csak Hutemnek hívták, aztán állítólag a második keresztes hadjáratról hazatérő, ilyenek is vannak itt, szóval egy hazatérő vitéz hozott magával egy keresztet, és akkor bele kellett tenni a település nevébe a keresztet is, így lett aztán először Sancte Crucis Hutem, majd aztán ezt kicsit lerövidítették, mert hát így nyilván senki nem fogja kimondani, és így lett belőle Cruijffhouten. Úgyhogy így kapta nevét a település, és nagyon sok helyen vannak ilyen malmok. Ugyanúgy, ahogy Hollandiában, Belgiumnak ezen a részén is talál az ember bőven. És tudod, mi a lényeg? Ahol malom van, ott szél van. Vagy fordítva. Mert a malmot oda építik, ahol a szél van, és nem a szelet fújják a malomra. Úgyhogy nem védeknél vannak itt szélmalmok, szél is szokott lenni. Sport Flanderen és Van Poké, aki előre jön most, ott van mellette Van Hoof is. Ketten, tehát a szökevény csoportban a Sport Flanderenből. Amúgy ők azok, akik elmondhatják, hogy van csapattárs, de neki más egyedül, mint például Otto Sudából Sebastian Grignard. Tényleg nagyon fiatal ez a szökevény csoport, hiszen 21-22 évesek, leszámítva a már említett Bodent, aki 34. B&B Hotelsből Frasse, ők is küldtek előre embert, és 2-15-össel Damien Godin, aki a legnagyobb név ebből a szökésből. Na, akkor picit fussunk szerintem végig a névsoron, mert az még azt hiszem nem történt meg. Látva az útvonalat, az erős sprinterek lehetnek jók a mai napon. Úgyhogy ilyen szempontból, ahogy Szatyi már említette, kiemelt név Jake Stewart, a Groupama RDG-ből, aki jó formában van, kiemelt név Sepp van Marke, illetve Edward Töns a Trek Segafredo-ból, valamint Jasper Philipsen. Ők azok, akik nagyon gyorsak és jól mennek fölfele. Szintén nagyon erős sprinter Timothy Dupont, korábban nyert ezen a versenyen. Itt van az Arkea Samsicból Amore Capio, Halvorsen nevét már említetted. És hát akkor vannak olyan sprintereink, akik nem klasszikus hegyi menő sprinterek, viszont jó formában vannak. Ilyen például Mark Cavendish, akinek az idei évről van már egy második helye, és nyilván minden szem rászegeződik. Hogyha nem a Casey Stoner, Steimle
hármasból szakad el valaki, akkor a végén elképzelhető, hogy megint látjuk Cavendisht, még ha ez a kockaköves emelkedős befutó nem is feltétlenül az ő műfaja. Az Ázsadözerben itt van Mark Száró, aki gyors, az Ineosban említettük ugye Narváezt, aki nincs rossz formában, de itt van mellette Dahl és Hayter, aki szintén gyors. Aztán Dani van Poppel az Intermarché Vanti Gobert Materieu-ből, Boy van Poppellel, Wesley Kréderrel és Ricardo Minalival, mint segítők, szóval ott egy gyors vonat a fél csapat. Meglátjuk, hogy végül kimarad majd ott közülük a végén. És ugye a nehéz sprinter Max Walscheid, valamint Matteo Pellucchi a Kubeka Assosból szintén olyan, akire érdemes figyelni. Az Izraelben ugye Taj Jones, nagyon gyors, ausztrál, Tom van Aasbroek jól bírja a kocka köveket és szintén gyors. Talán még az ő nevüket meg lehet említeni. Igen, és hogy említetted azt is még a bemutatkozásnál, a csapat bemutatónál, hogy az Ineos mindössze 5 főből áll, az egészen az utolsó pillanatig gyakorlatilag tegnapig úgy volt, hogy Tokitkok is itt lesz csapatban, és hogyha azért ő itt lett volna, akkor nyilván egy picit más a csapat taktika is, hiszen annyira erős és jó formában lévő versenyzőről van szó, aki szökésből, akár távolabbi szökésből is esélyes lett volna. Nos, ő végül nincs itt, de ahogy mondtad Narváez, vagy akár Hayter is nagyon jó formában van, úgyhogy rájuk figyelni kell. Az már más kérdés, hogy mekkora hátrány lesz az Ineosnak, hogy 6 helyet csak 5-en vannak itt. És Konzenház itt Ruishuttenben, a település, amiről beszéltük. Van 2 kastélya, az egyik nagyjából a 11. században épült, tehát nem egy mai darab. Ez simán Ruishuttem kastélynak hívják, a másik pedig a Herlegem kastély, amit állítólag egy négyzet alakú szigetre építettek, szóval kár, hogy nem látjuk, de talán majd valamikor megmutatják. Ami viszont érdekes Ruishuttemmel kapcsolatban, az a Soms, ami egy rövidítés, a helyi cipőmúzeum. A rövidítés egyébként az, hogy shoe or not shoe, ebből jön ki az SONS kifejezés. 1937 óta létezik az a cipőgyűjtemény, amit itt kiállítanak. Ennek az atya úristene William Habraken, akinek egy brutális néprajzi cipőgyűjteménye van. 155 országból gyűjtött össze mintegy 3400 pár cipőt, ami egyébként Guinness rekord, tehát hogyha bárkinek eszébe jutott volna, hogy úgy szeretne belefogni az etnográfiai cipőgyűjtemények Guinness rekordjának a megdöntésébe, akkor tudjuk ajánlani ezt a számot, tehát 3400 a szint, és akkor, hogyha onnan sikerül számottevően följebb jutni, akkor érdemes hívni az ítészeket, hogy egy Guinness rekord döntés született, ha nem, akkor pedig érdemes ellátogatni ide Ruishuttenbe, és megnézni a cipőgyűjteményt. William Habrakennek egyébként maga gyűjtemény, vagy William Habraken maga gyűjtemény tulajdonosa, őnek az édesapja is cipész volt, 1970-ben utazott el Tájvánba, és képzeld el, ő volt az első ember, aki Kínából cipőt importált Európába. Hát mindenki eldönteti, hogy jól tette-e vagy nem, azóta ez egy picit nagyobb mennyiségben zajlik már. Rengeteget utazott, és az ilyen utazásai során gyűjtötte össze azokat a cipőket, amiből ez a gyűjtemény áll. Vannak mongol, berber, eszkimó, indián, beduin, mindenféle cipők. És állítólag nagyon híresek az esküvői cipői, különösen amiket Afganisztánból, Szíriából vagy Törökországból gyűjtött. Úgyhogy, hölgyek, ha valakit érdekelnek az etnográfiai esküvői cipők, akkor Ruishuttem a célállomás. 3400 pár, azt mondtad? Azért azt bedobozolni, mikor költözöl, az egy feladat. És képzeld, ha valamelyiknek eltűnik a párja, az milyen ciki. Azt megkeresnék. Ezért nem fogod megrendelni kiszállítással. Közben látható volt, egy picit nyúlik a mezőny. A helyzet abból a szempontból nem változik, hogy maradt a 3 perces különbség a szökevények javára, de most már nem az Uno X van elől, hanem sokkal inkább a Trek, az Alpecin és a Quickstep közös erővel próbálja húzni a mezőnyt. Amely még azért elég szép számú, az látható. Elég el voltunk kényeztetve, azt gondolom, az elmúlt másfél hétben, hogyha a kerékpáros versenyeket nézzük, mert ugyan szokás szerint Tirreno Adriatico és Párizs-Nizza itt volt márciusban, de hát azért nem mindig, sőt, egyáltalán nem biztos, hogy ennyire emlékezetes versenyeket tud produkálni
a Tirreno, illetve a Párizs-Nizza, de most azt gondolom, mind a két versenyről elmondható az, hogy egészen elképesztő volt. Chris Froome-ot szólaltatták meg egyébként ezzel kapcsolatban, aki nem volt ott egyik versenyen sem, hanem Tenerife-n edzőtáborozik az izraeles csapattársakkal, és neki megvan a saját teóriája, hogy szerinte miért volt ez a két verseny, ez a két egyhetes verseny ennyire magával ragadó. Ő azt mondja, hogy szerinte gyakorlatilag Tour de France formában voltak nagyon sokan, főleg a Tirrenon, és kicsit érdeklődve várja majd, hogy amikor majd tényleg jön a Tour nyáron, akkor ugyanezek a versenyzők, ezek hasonlóan képesek lesznek egy csúcsformában lenni, mint amennyire csúcsformában voltak most, gondolom elsősorban Van Aertra, Pogacsára vagy Van der Poelre gondolt. Nyilván abból a szempontból is érdeklődik a dolog iránt, mert ő is ott lesz, és ahogy elmondta, nem csak feltartott kezekkel is bemelegítve szeretne ott lenni, hanem tényleg komoly célokért küzdve. Úgyhogy érdekes ez a helyzet, hogy sokszor ugye sokan felvezetésként használják ezeket a versenyeket már a későbbi háromhetesekre. Most úgy látja Froome, hogy picit más volt a cél, és talán ezt alátámasztja az is, amit Pogacsár tett, mint nyilatkozat, hogy ő bizony egy picit pihenőre megy azok után, hogy végignyomta a Tirrenót és előtte az UAE-t is összetett győzelmekkel, és például nem indul el olyan versenyeken, amelyeken úgy volt, hogy azért őt majd láthatjuk. Lehet, hogy a nagyobb intenzitás is közel játszik ebben. Szegény Chris Froome, amióta bukása volt, meg a súlyos sérülése, azóta rengeteget nyilatkozik, de a legritkábban saját magáról. Mindig megkérdezik őt valamiről, mint valami ilyen köztiszteletben lévő nagypapa, akinek a véleményére mindenki kíváncsi. Szegény arról nem nagyon tud beszélni az utóbbi időben, hogy milyen jó formában van, mert hogy egyelőre döccögős ez a visszatérés. Hát azt gondolom, hogy ha ő ott lesz, és mondjuk egy összetett top 10-ért megy a túron, az már egy nagyon nagy dolog. Igen, ez valószínűleg így van, de azért többen vannak hasonló helyzetben. Említhetjük például Sagant is, miközben egy nem akármilyen szépségű kastélyt láthatunk. Igen, ez a kettő közül, amit említettem, az előbbi, tehát a Kruijswijk kastély, ennek az alapja a 11. században épült, aztán megsemmisült valamilyen oknál fogva a 16-ban, úgyhogy szépen újjáépítették. Ha gyereknek szaladgálni van kedve, egy 13 hektáros park még jár hozzá, úgyhogy csak képzeld, de vacsinál, mikor a gyerek a kert végében rohangál és szólni akart neki, hogy vacsora van, tessék bejönni. Igen, ez olyas, mint 3400 pár cipőből az egyiknek elveszik, hogy talál meg hasonló helyzet. Egyébként látogatható a kastélya, valaki erre jár, úgyhogy szeretni megnézni, akkor lehet. Igen, Froome, mert hogy ott szakadtunk. Igen, Froome, és ugye Sagan is hasonló cipőben van. Nyilván őt is egy Kanári-szigeteki koronavírus fertőzés hátráltatta a felkészülésben. Egy hónappal később tudott egyáltalán versenyezni, semmint ahogy tervezte volna. Ő ott volt a Tirrenon, de neki is inkább azzal kapcsolatos kérdéseket szögeztek, hogy miért nem megy úgy, ahogy azt tőle elvárják. És ezzel kapcsolatosan nyilván annyit tudott csak mondani, hogy ő aztán tényleg rengeteg energiát beletolt, ez most így a szezon elején ennyire elég, de aztán bejelentette ő is egy pici változását be a terveiben, már ami a verseny terveket illeti, és végül úgy döntött Sagan, hogy elmegy a katalán körversenyre, ami annyiban meglepő, hogy így jó néhány olyan egynapost fog kihagyni, mint a Depanne, a Harelbeke vagy a Gent-Wevelgem, amelyeken azért az ő szereplése korábban azért eléggé megszokott volt, de most úgy látja, hogy számára fontosabb az, hogy legyen egy egyhetes verseny, ahol beleteszi a lábába azokat a kilométereket, ami a jó, későbbi jó forma alapja lehet. Van Halvorsen az elejében, érdemes nézni a norvégokat, mindenkin kabát, rajtuk mellény. De hát ezt megszoktuk. Norvégiában, hogyha nulla fölé megy a hőmérő, akkor rövid nadrágba mennek futni az emberek. Ezt nem én találtam ki, ott élő ismerős mondta. És nyilván ott is vannak azért fázósabbak, meg kevésbé fázósabb, de hideg érzetük a ottani embereknek egy icipicit más. Ez a 6-7 fok, ez lehet, hogy ezért nekik fekszik inkább. Nekik nyaraló idő ez. Hát ha nem is nyaraló, de talán megszokottabb. Viszont jó a hangulat a befutónál, amióta elkezdtük a közvetítést, ez a kis danászás behallatszik. Igen, egyébként egy elég hosszú riportot adott le a belga sajtónak a szervezőbizottság, amiből az egyik elem az volt, hogy melyek azok a költségek itt a verseny kapcsán, amelyeket
talán meg lehetett volna úszni, úgyhogy nincsenek nézők, de egész egyszerűen a hangulat, az atmoszféra elemek miatt nem szerették volna elvenni. Ilyen hangos beszélő. Tehát ha nincsenek nézők, alapvetően az ember azt gondolná, hogy akkor mi szükség van egy hangos beszélőre ott a helyszínen. Viszont úgy gondolták a szervezők, hogy egész egyszerűen az a csapat bemutató csöndben zajlana, vagy a végén a díjkiosztás nem lenne hangos beszélővel alátámasztva, az ugye a hangulatát venné el az egésznek, úgyhogy kifizetik azt a pár eurót, amely gázsiként szükséges ez, meg nyilván egy kis technikai háttérbiztosítás is. A Lange Astrától jár a mező. Ez az egyik olyan rész, amire azt mondják, hogy ha kedvező lesz a szélirány, akkor veszélyes lehet. Azért ennek az emelkedőnek van 7,2%-os része, átlag 5,2%, és az egyik oldalról, a jobb oldalról ugye nyitott, kitett, a túloldalon, a másik oldalon erdő van. Viszont ha itt befúj a szél, és nagy tempóval jön a mezőny, akkor itt lehet szakadást. Ez az egyik olyan szakasza a mai versenynek, amit kiemeltek. Tehát még azért 72 kilométer van hátra, ha valaki hátul meg akarja próbálni a mezőny szétszakítását, akkor azt okosan kell csinálni, de érdemes nézni most ott a zászlót a háttérben. Mindjárt, ott. Hogy valóban van oldalszél. De Koenig Quickstep is most azt tette ki pont a Twitterre, hogy voltak szakadások a mezőnyben, de egyelőre semmi olyan, amit megpróbált volna valaki döntésre vinni. Nem, és még kellően messze van a vége ahhoz, hogy komolyabb tempó váltásra kényszerüljön a főmezőny. Ez a 3,5 perces különbség, ez még, hát ha nem is kényelemre, de mindenképpen nyugalomra intheti a mezőnyt, és nyilván vannak, akik úgy döntenek, hogy már lehet, hogy van 10 fok is, és neki lehet vetkőzni. Egyszer lehetne csinálni egy ilyen divat bemutató kerékpáron, hogy amit ezek a bringások menet közben a ruhával tudnak művelni, az elképesztő. Eszembe jut a Zoolander című film, nem tudom, hogy volt-e szerencsét hozzá. Nem nagyon. Pótold, kérlek, pótold. Fontos alkotás. Ugye ott feszül egymásnak a két szuper férfi modell azzal, hogy ki tudja úgy levenni az alsógatyáját, hogy közben fönnmarad a nadrágja. Mondom, hogy fontos film. Masszívnak tűnik ilyen. Érezheted ebből a jelenetből is, hogy filmtörténeti alkotásról van szó. De egyébként a agyatlan szórakozásra vágysz, arra tényleg jó. Nem ezen fogod elsírni magad, az biztos, de ha egy jót akarsz kuncogni, arra tényleg alkalmas. Közben megérkezik az Alpecin előre, láthatóan az Uno X-nél. Mutatták egymásnak, hogy kell egy kis segítség, mert a tempót ott az előmenő nem nagyon bírja már. Valószínűleg készül a mezőny erre a kockaköves részre. Mindenki próbál előre lenni, aki számít. Philipsent hozták előre. Kérdezte egy kedves néző korábban, hogy őt említettük az esélyesek között. Igen, abszolút. Ő az egyik, aki nagyon jól megy ilyen emelkedős kockaköves sprintekben. Úgyhogy rá érdemes számítani. És akkor jön ez a kockaköves rész. Ide ment a nagy készülődés. Jönnek előre a trekkesek. Összedem Tönsz, és Tönsz meg is húzza picit. Ott van mögötte a mezőny, illetve nem a mezőny, csak egy valaki az Uno X-ből. Az Alpecin állt előre, na, 70-nel a vége előtt az első támadás, Tönsz és... Talán Halvorsen, de nem vagyok benne teljesen biztos. Én meg mint a Tiller rajtszámát láttam volna. Négyes, ha négyes, akkor Ressel. Tönsz és Ressel. Tönsz volt a kezdeményező, és egyelőre Ressel csapattársai vannak ott a mezőny elejében, hátul pedig lecsap a fájdalom. 2.16-os Geoffrey Soup, aki hogyha sík az út és nem kockaköves, akkor elég jó sprinter. Hát azért, hogy most megnézett Tönszék mozgását, ez sokkal inkább egy ilyen kuffervizit volt.
van közben Larsen, az Uno X-ből Niklas Larsen, és láttuk egy pillanatra Kubeka Assosból Antonio Puppiót. Ő is az elejében helyezkedett, ő is próbált tempót menni. Szóval ennyi, utolérik Tönszéket, de ez megnézte Tönsz, hogyha ő megindul ezen a kockaköves részen, akkor Skiben milyen pavlovi reflexeket vált ki. Igen, hát az várható volt, hogy az Uno X erre nem fog menni, nem hozza fel a többieket, de az, hogy tesztelgetik magukat, még ugye van két teljes kör, különböző emelkedőkön, hogy melyiken mit lehet tenni, az teljesen racionális döntésnek tűnik. Azért a tempó jelentősen nőtt, ez látszik megint a megnyúló mezőnyön. És Uno X továbbra is dominál, amelyet talán nem feltétlenül várhattunk volna így a versenytől, de a norvégok továbbra is kifejezetten aktívak elől. Itt most szintén egy szélnek kitett rész, de nem szakad meg jelentősen a főmezőny. Szerintem itt volt, ahol bekapcsolódtunk a közvetítésben nagyjából legutóbb, közben Puppio előre áll, és azért vannak, akiknek itt az oldalszél már fáj, de később föl fognak még érni. Viniza Bubo itt valaki hátul, sőt ketten Viniza Buból, és a trackből voltak még itt ketten hátul, akik nagyon igyekeztek. Ugye a trackesek is öt fővel mindössze. Tönsz, illetve Kirsch mellett Kamp, Engholm és Dekort. Közben pedig a mezőny megérkezett Huize városkába, ami tudod, hogy miről? Híres a lenről. Mert hogy a len termelés és annak feldolgozása itt nagyon-nagyon fontos volt. A len valahonnan egy újabb támadás. Vinizabus fiú megpróbál ellépni rafinált módon. Az Uno X-esek mennek utána, hárman még ott a mezőny elejében. Hoppá! Ott valaki a kert... zárva volt a kert kapu. Bekopogott, igen. Ő csak be akart menni, de nem nyitották ki. Ott épp pakol valaki, nézze, hogy takarítja az autóját. Képzeld el egy ilyen kellemes szerdai autótakarítás, és bedörömböl egy kubekás az ajtón. Nem várt esemény, szerencsére sérülés nélkül tovább tudott menni. Egyelőre jól kontrollálja a mezőny elejét a norvég csapat. Minden támadást vissza vernek, viszonylag könnyedén. Szóval annyit a lenről, amit ezeken a réteken is termesztettek annak idején, hogy valószínűleg a perzsa öbölből származik. Egyiptomban, Asszíriában, Mezopotámiában 4-5 ezer éve termesztik már. Az egyiptomi múmiák takaróját is megvizsgálták, és a mikroszkópikus vizsgálatok alapján lenszövetből készült nagy részük. Régi sírokban lengubót, lemmagot találtak, szóval tényleg egy nagyon-nagyon régóta köztünk lévő és általunk használt növény. Állítólag a görögök és az arabok már a gyógy hatását, a jótékony hatását is ismerték. A Görögországon, a hellén kultúrán keresztül jutott el Európába a len. Homérosz többször említi, és a kedvenc említésem Hérodotosztól származik, aki azt mondta, hogy a lenruha bujálkodó női és fényűző viselet. Úgyhogy hölgyeim, aki most magára néz és len ruha van rajta, Hérodotosz szerint ez jelent valamit. Látlak magam előtt, hogy föllapozott otthon a Iliász Odüsszeia 1500 oldal. Hol van len? Kigyűjtök gyorsan erre a közvetítésre. Mellesleg az Iliász az egyik kedvenc művem, úgyhogy az még nem is untatna. Csak hát mondjuk lehet, hogy nem akkor kellene az Iliászt olvasni, amikor. Akkor készülsz. Ja nem, az egy másik dolog, hanem az életkort tekintve, mert az Iliász az mindenkinek egy ilyen gyilkos történet volt. Emlékszem, hogy többen próbálkoztak arra, azzal, hogy elhagyják ezt az univerzumot, amikor az Iliászt kellett olvasni. De szerintem egy olyan 10-15 évvel később rászabadítanak a regényre, és mondjuk azt mondják, hogy olvasd úgy, mint egy fantasyt, akkor az a könyv azért az elég erősen fogyasztható. Hát lehet, hogy nekiülök most így jó pár évvel később, mert... bennem sem hagyott éppen kellemes emlékeket. Nem sok időd maradt, jövő héten katalán kör, és ott nem sok hasznát fogod venni. Honnan tudod?
Ez a hosszú kockaköves rész, és itt is van egy malom. Nagyon látványos része a Nokere Kurszinek, itt szoktak készülni a fotók malommal és a kockaköves úttal. És nézd meg azzal, hogy saras az út, vagy az út széle, nem is megy oda senki. Inkább rázatják magukat a kockakövön. Ez látszik, hogy azért a nagyobb lyukakat próbálták betömni az út szélén. Ó! Oh. Az igen, az nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Itt azért az útpatkát jelentősen javították. Egyelőre itt azért a szökevény csoportban az a veszély nem fenyeget, hogy valaki lemenne, de ha jönnek többet sorokban, ott elképzelhető, hogy valakinek oldalra kell majd javítania, és látszik, hogy a tempó hátul egy picit erősebb lett, fél percetnek kaptak, de lehet, hogy egy kicsit többet is, 3,5 is volt itt a különbség, úgyhogy kezdik azért elfogyasztani ezt a távolságot szépen a főmezőnyben. Ez az 1600 méter hosszú kockaköves rész, ez a Huizenpont vég, és ez a másik olyan része a versenynek, amit megjelöltek, mint veszélyes szakasz, egy kis minimalom a kertben. Zseniális volt. Kenyeret nem sütsz belőle, de zsömléd vagy pogácsát, egyet. Esetleg, amit itt megőrölsz. Szóval ez a másik rész, ami nyitott, úgyhogy itt be tud fújni az oldalszél, kockaköves. Szóval itt is nagy odafigyeléssel kell majd átmenni. Már a mezőny is ezen a szakaszon, és ez az a rész, kijönnek ugye a faluból, Újzéből, és itt nagyon oda kell figyelni majd. Zászlókon látszik, hogy fúj az oldalszél. Na vajon megpróbálja még egy Uno X-es, úgy mint az előbb. Tényleg nagyon uralják itt. Hárman elő és ketten még egy picit hátrébb helyezkedve. Gyakorlatilag a teljes csapat itt van a mezőny első felében. És ugye, egy csapat ilyen szinten dominál egy versenyt, egy versenynek a korai szakaszát, az nyilván azt jelenti, hogy őnekik megvan a tervük mára, és hogy valamelyik versenyzőjük nagyon erős, és az Uno X-ben egyébként ez az érdekes, hogy nagyon nehezen tudod megmondani előre, hogy ki. Tehát azért láttuk az utóbbi időben Rasmus Tillert jól menni, Erik Nordsetter reszelt jól menni, és hát Halvorsen pedig korábbi Sky-os versenyző. Ott is van a az Uno X-es sor végén, előtte 6-os, 4-es, 3-as, ha jól látom, de Tiller az élen, Reszel mögött, és Niklas Larsen van még ott Halvorsen előtt. Elméletek Larsen, akin a szürke mellény van, és mögötte Halvorsen. Na nézzük a mezőnyt, mert a sor megnyúlik, és van is ott szakadás, bizony, van is ott szakadás. Fordul az út, ez kicsit kedvezőbb lesz az üldözőknek. Ki mondod a nevét? Malom, az a vége. Ott is egy szakadás, több is most már, 2-3. De ezek még azért nem olyan nagyon nagyok, ahogy ne lehetne visszajönni. Most érkezett meg a mezőny Van Egembe. Ez a vége, vagy az egyik vége a kockaköves résznek. Az UAE-ből 123-assal Márkátó szakad le. Döntsd el, hogy nem borotválkozott ma, vagy csak saras az arca. Ó, oh. Oh, és a bukás, Ineos és Bárdiáni. És az Ineosos fiú eléggé fáj. Nem érzi jól magát, és ahogy nézem, ő már egyébként tartalékkerékpáron ült, vagy legalábbis, mintha nem lenne rajtszám a biciklién. Bárdián is már fölült és megy tovább. Most érkezik hozzá az orvosi kocsi. Nem, ott van a rajtszáma, csak leszakadt. Ötös? Hármas. Hármas. Ő Dahl, Owen Dahl. Az igen. Megtalálta az operatőr is. Nagyon fáj a lába. Borzasztóan csúszik ilyenkor a kockakő, és lehet látni, hogy a csípőjét is megütötte. Ki is szakadt a nadrágja. Jönnek a szokásos orvosi kérdések, hogy van-e esetleg agyrázkódás. Itt valaki már készít fotót Dálról, biztos, ami biztos.
Valószínűleg szeretne rá emlékezni majd. És már is itt az újabb kockaköves rész, a Nokere pont vég. Ezért lesz érdekes ez a rész, itt is ilyen szembe oldal szél fúj. Ha sikerül szétszedni a sort majd az utolsó körben a Huize pont végen, akkor utána nem sokkal később jön egy másik kockaköves szakasz. És itt nagyon fúj a szél, ez jól látszik az ászlókon. Nézik is Uno X-esek, hogy milyen helyzet mögöttük. Viszont ha jól látom, akkor itt ezen a részen hátszelet kapnak. Ami segíti majd az üldözőket. Akkor viszont most már oldalszél, de csak egy 100 méterig. Igen, itt forog az út, és ugye ez a nehéz mindig a körpályás befutóknál, hogy ha valahol fúj az oldalszél, akkor biztos, hogy később el is fog állni, vagy legalábbis szélnek háttal fognak fordulni. Na itt mi történt? Aha. A saras út. Mekkorát mentett Tiller. Sőt, bocsánat, ez nem Ressel volt, nem Tiller. Tiller már nincs itt elől. Ott egy szakadás, nagyjából az első 30 után, és akkor látszik itt, hogy kijönnek a nagyobb útra, az bizony még nagyobb távolsággá válik. És a leszakadók között itt 64-essel Günci Gergőtől kaptunk egy kérést, hogy beszéljünk majd a Lemmag pozitív életleni hatásairól. Itt vannak az infók, csak akciódús a verseny. Úgyhogy Gergő, légy szíves, új biciklire, szedd össze a mezőnyt, csinálj egy kis nyugit, és akkor beszélünk a Lemmagról még. De tervben van egyébként, mert tényleg nagyon-nagyon hasznos kis növény. De most verseny van. Egy fontos pillanat, mert úgy tűnik, hogy nagyjából egy ilyen fős csoport el tud szakadni. Ő mezőnyben is most már nem az Uno X-esek diktálják a tempót, hanem sokkal inkább az UAE és az Ineos jön, és próbálják meg kiaknázni ezeket a lehetőségeket, hogy le lehet szakítani néhány esélyest. Igen, de most nagyon megy a nézelődés. Az UAE-sek sem értik, hogy miért nem jön előre senki, és hogy miért nem próbálják fönntartani ezt a különbséget. Pedig ez azért már egy elég tekintélyes 200 méter körülbelül, amennyivel leszakadtak itt. Az UAE nem véletlenül aktív, mert ugye Yabushenko egész jól megy az ilyen emelkedős befutókon. De egyelőre nem tűnik úgy, hogy megindul a mezőny. Megint egy Uno X-es jön előre, meglátták a csapatkocsit. Hopp, az utána dobta a kulacsot. Hát... Nem. Csak úgy nézett ki messziről, mintha túlhaladt volna rajta az Uno X-es versenyt, és utána adotta volna, és röptébe elkapta volna. Az szép lett volna. De nem ez történt. Nem úgy tűnik, mintha tényleg nagyon szeretnék fönntartani ezt a távolságot. Az biztos, hogy gyorsan jönnek, de beírjuk őket a leszakadó csoport, hiszen 2 percen belülre hozták a szökevényeket, de inkább jön a frissítés. Szerintem a Sármaszk mögött ő már Bjerg volt az Emirates-ből. De a Groupama FDG vezetésével itt ez a sor megérkezik. Őket sikerült leszakítani a kockakövön. Nincs támadás elől. Egyébként a koronavírus helyzet azért érdekes szituációt teremtett abból a szempontból is, hogy jó néhány versenyszervezőnek azért innovatív ötletekkel kell előállnia, hogyha fönn akarja tartani valamilyen szinten a megszokott hagyományokat, és így van ez például a Harelbeken is, amelyre úgy készülnek a szervezők, hogy szeretnék, hogyha minél biztonságosabb lehetne, és ezt bizony olyan technikai fejlesztésekkel szeretnék megvalósítani, hogy robotot fognak alkalmazni. A robotnak a fő szerepe abban fog megnyilvánulni, hogy egyrészt, ami azt gondolom, hogy gyakorlatilag szinte mindenki találkozott már vele, miközben szökevények a Nokerebergen, hogy képes lesz a hőmérsékletét ellenőrizni az ott lévő nézőknek, vagy versenyzőknek is, bármelyik pillanatban, de ezen túl arra is tud figyelni, hogy figyelmeztesse adott esetben azokat, akik nem megfelelő módon viselik a maszkukat, tehát képes lesz szkennelni a mellette lévőket, vagy az előtte elmenőket.
És ezen túl, ami kifejezetten érdekes, hogy azért láttunk már olyan eredményhirdetéseket az utóbbi időben, amikor a versenyzőknek saját magukat kellett kiszolgálni, gyakorlatilag virágcsoporttól kezdve érmeken át különböző díjakat is saját maguk cipelték föl, de az emelményre, pezsgőről nem is beszélve. Most ezt próbálják majd meg robottal helyettesíteni, szóval a robotok dolga lehet majd az, hogy oda viszik az emelvényhez ezeket a dolgokat. Nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz-e kavarodás adott esetben ebből, hogy mindent tényleg meg fog tudni oldani egy robot. Mert hogy beszélnek arról, hogy azért itt az ipari forradalmak idején voltak azért gépek ellen különböző támadások, most a robotok kezdik átvenni az embereknek különböző szerepeit, hogy azt azért nem gondoltam volna, hogy egy ilyen verseny, egy ilyen szerepkört is majd egy robot fog betölteni a közeljövőben, de úgy tűnik, hogy a HR-ben ez lesz a helyzet. Föl ne álljon a dobogó tetejére. Véletlenül, igen. Erre kíváncsi leszek. Arra is kíváncsi vagyok, hogyha például a robot fölismer, hogy valaki rosszul viseli a maszkot, akkor mi ad neki egy tockost, vagy mit csinál? Rá sípol? Vagy azt mondja, hogy 15 kreditre büntetem. Valamit biztos mondani fog. Beszéd erkölcsi vétség miatt. Nem csak robotban gondolkodnak egyébként a Harelbekén, hanem abban is, hogy hogy legyél biztonságosabbá a sprintet, az utolsó pár száz métert. Itt látjuk, hogy milyen kordonokat helyeztek el a nézők, hát a nem jelenlévő nézők távoltartására. Egy olyan sárga-fekete műanyag kordon terveztek a szervezők, amelyek sokkal-sokkal biztonságosabbak, mint ezek. Ott is látható néhány, amely elmozdult egy picit, és az elég komoly sérülés veszélyt jelent. Nos, ezek a sárga 70 fokos dőlésszöggel megáldott kordonok állítólag vízzel kicsit nehezíthetők, a szél nem fogja őket elfújni. Ráadásul a rá festett mintázatnak köszönhetően egy kicsit ilyen alagút feeling lesz, amely segíti majd a versenyzők orientációját is, sokkal kevésbé fognak valószínűleg kockázatos manőverekbe kezdeni, és ezen túl pedig a pályán tartja úgymond őket a nagyobb kiesésektől megmentve, ezért lesz majd biztonságosabb. Ezt ugye Jakobsen bukása óta egy kiemelt pontként kezelik a versenyzők is, meg a szervezők is, és hát bízhatunk benne, hogy működni fog. Az UCI minden esetre már most kezdeményezte, miután meglátta ezt az innovációt, hogy minden versenyen vezessék be, és a sárga-fekete kordont alkalmazzák majd. De hát nyilván ez is extra költséget jelent gyakorlatilag minden szervezőnek. Ho-ho-ho! Művészet! Szép művészet méghozzá. Megérkezett a mezőny, átjött a célvonalon, most már csak két kör van hátra, picit több mint 60 kilométer. És hát azért itt erősen sáros és elgyötört arcok. Megül az ember táskáiban a sár. Cuaésak az elejében, ott van Bjerg, akit láttunk korábban előre jönni. Halvorsen. Az jó hely ott fönt. Bár ha esik, akkor nem véd meg. Szóval akkor közkívánatra és Gönczi Gergő kívánatra elsősorban a Lenmag élettani hatásairól. Mert hogy nagyon sok ilyen van, nem csak a, hogy is fogalmazott, Herodotosz, a bujálkodó nők ruhája készült Lenből, hanem ma már fogyasztásra is használják valóban nagyon-nagyon sokan. Ezt az ókorban az elegáns ruhák alapanyagának számító, erről a kastélyről is lehetne mesélni, meg a Ruffo de Bonneval családról, de majd később. Olasz család egyébként, akiknek egy belga ága vásárolta meg, és alapította, vagy építette, szépítgette ezt a kastélyt. De most lemmagozunk, úgy döntöttünk. Szóval van benne egy csomó telítetlen zsírsav. Gönczi Gergő írjon, ha valami butaságot mondok. Gazdag, és akkor most mondom az ABC-t, hogy milyen vitaminban? A, B, C, D, E vitaminban gazdag, és kálium, foszfor, magnézium, kálcium, kén, vas, cink, nátrium, stb. Tehát így vegyészek bevásárolhatnának egy ilyen lemmagból. Úgyhogy majdnem minden van benne, ami számít. A lemmagolajban vannak izoflavonok, ami az ösztrogénhez hasonló, és például a menstruációs görcs ellen kifejezetten jó. Ebből a növényből, ennek a növénynek a magjából szoktak teát főzni, és ez ilyen esetben nagyon hasznos.
agyi működést fellendíti, már ha van, minek, van mit fellendíteni. Az omega-3 zsírsav koleszteri lerakódását akadályozza vesében, illetve az agyban, úgyhogy nagyon-nagyon hasznos. Illetve állítólag ezek egészen friss kutatások az agyban és a gerincvelőben lévő idegrostokon van egy védőréteg, ez az úgynevezett mielin hüvely, és ennek az egészségéhez nélkülözhetetlen az az anyag, ami a lemmagban található. És ami még azoknak is érdekes lehet, akik netántán fogyni szeretnének, állítólag jó lakottság érzést is okoz a lemmag, mert hogy olyan zsírok, illetve vízben oldható rostok vannak ebben, amik a bélben kicsit csökkentik, lassítják a glükóz felszívódását, és ennek köszönhetően az ember hosszabb időn keresztül érezheti magát jól lakottnak. Na, Gergőtől várjuk, hogy ebből mi az, ami legenda, és mi az, amit ő, mint szakember meg tud erősíteni. Aki egyébként nem tudná, kiváló kerékpárosunk Gönczi Gergő, aki maga dietetikus, azt hiszem így hívják ezt a szakmát. Te szoktál lenni le magad? Véletlenül már ettem. Igazából lehet enni, mert nincs, tehát olyan semmi íze van. Tehát, hogy belerakod, és akkor olyan, mintha nem lenne benne, de benne van, és akkor tudod, hogy ezeket mind megeszed. Szóval nagyon sokféle felhasználási módja van, tök egészséges, és nem zavarja az embert. Na, itt a Herlegem kastély, Kruishutemben, amiről beszéltünk, a kettő közül a másik. Ez épült a négyzet alakú, hát inkább téglalap alakú szigetre. És közben egy kofidiszes megindulás. A Quickstep próbálja kontrollat tartani most a mezőny elején. De még ott van az Uno X is. A Cofidis-ben elsősorban jelen Wallace, aki ott volt a Párizs Nizzen, említették, mint esélyes, és itt Alagártot, aki hát itt a mezőnyben arról nevezetes, hogy a legaktívabb, legintenzívebb 2021-es éve neki volt ez a 20. versenynapja. Figyelembe véve, hogy azért, hogy Isten igazából február végén indult ez a szezon, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy Wallace az. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag szinte minden nap versenyzett azóta. Ugye róla beszéltünk elég hosszan, a Párizs-Nizzán, ő az, aki egy depresszió közeli állapotból lábadozott azok után, hogy gyakorlatilag indoklás nélkül kicsapta őt a Lotto Soudal. És elképesztő sztorit mesélt arról, hogy görcsök voltak a hátában folyamatosan, amíg az miatt stresszelt, hogy mi lesz vele, és ahogy aláírta a szerződést a Cofidis-szal, aludt egy jó nagyot, és másnap jól volt. A helyzet nem nagyon változott, talán annyiban, hogy a főmezőny picit lassabb lett, és fél percet újra a 8 fős szökevénycsoport hozzá tudott adni a 2 perces előnyéhez, úgyhogy most 2,5 perc, amikor 53 kilométer van még hátra. Egyelőre kisebb támadgatások, ennyit láttunk itt a Nokere Kurszén, és azt, hogy elsősorban az Uno X, de mellettük azért a Quickstep, vagy adott esetben az UAE is ott van, erről is kontrollálja az eseményeket, és hogy az FDG talán egy picit nehezebben viselte az oldalszeles időszakot, és ők voltak azok, akik majdnem leszakadtak egy csoport második fejében. Most, mintha az UAE-ből megindult volna valaki, de pont elkapták a képet. Hát túlmegy az integetés, mindenki várja a csapatkocsit, elől pedig valóban menés. Most már azért a Deceuninck Quickstepből is ott van valaki, Delcosok is küldtek előre embert. Groupama FDG-ből szintén van elől versenyző, és gyorsan annyit még, hogy Gönczi Gergő megerősítette mindazt, amiről beszéltünk, úgyhogy nem hangzott el nagy butaság. Pedig még lemmagot se ettünk, hogy serkentse az agyműködésünket. Egy picit a versenyről, és egy picit arról, amit a szervezők megosztottak itt az újságírókkal még a versenyt megelőzően. Ugye tavaly elmaradt a Nokere, erre volt példa a közelmúltban is, mikor az erős havazás miatt majdnem 10 évvel ezelőtti versenyt nem tudtak megrendezni. De a tavalyi különleges volt, miközben ott azért megy a tollászkodás. Az nagyon komoly. Visszarakom a fülesed, jó? Nem jó. Még egyszer. Kevend is. Egyelőre hátul. És
És még így 50-nel a vége előtt ez nem dráma. Hozott magával szerintem lengyel karamellát. A dupla egyes rajtszámmal. Igen, és ugye mellette meg 111-essel Tönz, már csak száró hiányzott innen. Szóval verseny és szervezés, tavaly elmaradt a verseny. A gyors kalkulációja az volt a szervezőknek, hogy ez gyakorlatilag egy 120 ezer eurós kiesést jelentett a büdzséből. Már az, hogy nem rendezték meg a versenyt, és tételesen meg is osztották azt, hogy néz ki egy ilyen verseny. Még nem is az első szintű World Tour egynapos versenyeknek a szervezési költsége. Eleve az, hogy elinduljanak a csapatok, a szervezők általában pénzzel támogatják őket. Ez jelen esetben 170 ezer eurót tesz ki. Nagyjából az összes költségnek, kiadásnak az egyharmada az abból áll, hogy a női csapatok 50 ezer, a férfiak pedig 120 ezer eurót kapnak. És ezen túl a különböző adók és ezzel kapcsolatos járulékok is kitesznek egy 27 ezer eurót, amit ki kell fizetni. Bármennyire is furcsa, a TV társaságok felé is költséggel bírnak, és fizetniük kell jelen esetben a Sporza-nak 49 ezer eurót a szervezők, és ők állják a különböző jutalmakat is, az első három helyezetnek, vagy a pontversenyben elől lévőnek fizetett pénzek. Majdnem 5000 eurót tesznek ki a női verseny, és majdnem 20 ezeret a férfi verseny tekintetében. Nyilván különböző reklámozási költségek is vannak, plakátokat, különböző megjelenéseket fizetnie kell a szervezőknek, ez is majdnem 50 ezer eurót tesz ki. A már említett hangos bemondó, a helyszíni speaker talán a legkisebb költséggel rendelkezik, 250 euró a gázsia, de őt is ki kell fizetni, és ki is fizetik még abban az esetben is, hogyha mondjuk úgy zárt kapus maga a verseny. És vannak olyan költségek, amelyek nem nevezhetők állandónak, hanem sőt, a koronavírus idején még gyakorlatilag többet kell fizetni, vagy új költségként jelennek meg. Ilyen például a biztonsági embereknek a költsége, amely növekedett, annak ellenére, hogy máskor arra kell figyelni, hogy a sok nézőt azt megfelelő biztonságban eltereljék, vagy oda ne engedjék be őket, ahova nekik nem szabad menni. Most picit más jellegű feladatuk van, ez 3000 eurót tesz ki egyébként. Covid-tesztekre 7500 eurót kell elkülöníteni, hogy a szervezők egészségesek legyenek, és ezt biztosítsák. Különböző higiéniai pluszköltségek is kitesznek 1000 eurót, tehát egészen hihetetlen magasságokba szöknek ezek a költségek. És nyilván lehet olyanokkal is számolni, amelyek meglennének, mint bevételek, de nincsenek meg, mert nincsenek nézők, vagy nincs lehetőség arra, hogy különböző VIP sátrakat hozzanak létre, vagy VIP vendégeket fogadjanak. A belépő egyébként itt az utolsó emelkedőnél, a Nockherbergnél 5 eurós belépti díjat szedtek még 2019-ben, és ebből egy 10.000 eurós bevétele volt a szervezőknek. És ami egyébként a legnagyobb bevétel, ami kompenzálni tudja ezeket a kiadásokat, azok nagyrészt a szponzorációs bevételek, illetve a VIP mondjuk úgy szolgáltatások, amiből majdnem 400 ezer euró bejön, akkor, hogyha tudnak ilyeneket szolgáltatásként ugye nyújtani. Nyilván jelen esetben a szponzorációs pénzek nagy része azért megérkezett, amiért nagyon hálásak különböző vállalatoknak és együttműködőknek a szervezők, de a VIP sátrak és a VIP lehetőségek, helyszínek azok nagyon limitáltak, mert koronavírus ideje alatt azért ezeket nem nagyon lehet összehozni, és ebből jön össze az, hogy voltak olyan költségek, amelyeket már kifizettek, 120 ezer eurós mínusz volt a tavalyi év, és az idejét is úgy kalkulálják, hogy jó, hogyha 50 ezer eurósal mínusszal meg tudják húzni ezt az egészet, köszönhetően annak, hogy van verseny, de nincsenek nézők, és noha próbáltak a tévétársaságok felé azzal jelezni egyfajta, hát mondjuk úgy plusz keretet elérni, hogy feltehetően így, hogy nincsenek helyi nézők és karantén van, talán több lesz a tévénéző és ezáltal a televíziós társaságoknak nagyobb lesz a bevétele. Ezek nem igazán jártak sikerrel. Ami még a bevétel másik részét egyébként jelenti, az a helyi önkormányzatok és a különböző állami támogatások, amelyek majdnem 100 ezer eurót tesznek ki. Nyilván itt elsősorban a kiindulóváros Dénze támogatására kell gondolni, és ezek is megmaradtak. Tehát azért összességében, ha belegondolunk, ezek azért ilyen 50-60-70 milliós mínuszok az elmúlt év és az idei év szervezésével kapcsolatban egy ilyen versenynél, úgyhogy nincsenek könnyű helyzetben, valljuk meg a szervezők, és nincsenek könnyű helyzetben a versenyek sem.
Megint nyugi a mezőnyben, miközben visszaértünk a imént már megcsodált kastélyhoz, Kruishuttenbe. Ugye ebben a faluban található a cipő múzeum, amiről beszéltünk, illetve itt található egy szép templom, amit érdekes módon nem mutatnak, mert hát ugye a kastély elvonja a figyelmet, de nagyon érdekes figuráról, Szent Eligiusról nevezték el, merovingkori szentről van szó, de nem ez a klasszik szegény szent, hanem ő volt első Dagobert király kincstárnoka. Na most azért, hogyha Dagobert királynak olyan vagyona volt, mint a kacsának, akit utána elneveztek, akkor valószínűleg nem volt rossz a kincstárnokának lenni. Lényeg az, hogy nagyon szeretem azt, hogy kinek a védőszentjei. Tehát nézzük, hogy milyen elfoglaltságai vannak ma egy Szent Eligiusnak. Tényleg szépen az aranyműveseket kell védenie, az egyéb fémműveseket, a numizmatikusokat, akik a pénzzel, illetve a pénz történetével foglalkoznak, azonban itt van Mikkel Bjerg, aztán védeniük kell az állatorvosokat, a villamos és gépészmérnököket, a lovasokat, és ha ez nem lenne elég, akkor még a lovakat is. Szóval, na, van dolga Szent Eligiusnak, az ő nevét hordozza az itteni templom, és az ő tiszteletére állították. Bjerg közben visszaugrál a mezőnybe. Itt van hátul József Cserny, de Koenig Quickstepből. Korábban láttuk Stales-t elől. Azért ez még egy tekintélyes főmezőny. Szakadások ugyan voltak, de össze tudtak állni. És az UHX, hanem sokkal inkább az UHX diktálja a tempót. Az előbb láttuk Mikkel Bjerget, azért ha tempót kell menni, akkor tud tempót menni. Ugye időfutam 23-as világbajnok, ráadásul egymás után háromszor, és idén is ment már jól Bjerg, méghozzá az UAE körön volt harmadik az egyéni időfutam verseny során. Tönsz is megjelenik mezőny első felében, ő ugye korábban próbálkozott egy kockaköves részen. Igen, és ez tényleg az ő versenye lehet, addig, amíg például a Párizs-Nizzán is elsősorban Pedersen és Stuyvent kellett támogatnia, és nem ő volt az első számú ember, itt egyértelműen ő tekinthető annak a tracknél. Csöpörög az eső, ezt láttuk egyébként korábban is, hogy néha napján azért ezen a mai napon elkezdít esni. Na, egy újabb kastély, ezt megmondom őszintén. Kastély gyűjtés során ebben nem futottam bele, de hát ha kírják a nevét, és akkor kiderül, hogy... De kastély tó nélkül, vagy vizesárok nélkül itt úgy tűnik, hogy nem létezhet. Ó, így már más. Ezen a néven már egészen más. A hölgy, akinek a nevét ez a kastély viseli, kérlek szépen, ha minden igaz, akkor az első női polgármester Belgiumban. Közben Kubekából, Izraelből is elől, de minden csapat figyel, hogy ha megindulás van, akkor arra tudjanak reagálni. Teljes nevén Agnes Berthe Marie Gabrielle Baronesse de la Faille d'Huys. Így hívták a hölgyet, első világháborúban ő még nővérként dolgozott. Aztán 1926-ban meghalt az édesapja, aki addig ennek a településnek, Huysének a polgármestere volt, sőt az összes fiú testvére meghalt, és bár a polgármesteri cím ugye nem öröklődik a családon belül, Jelle van Endert közben, viszont ebben a faluban az volt a hagyomány, hogy hát ha volt az előző családon belül olyan normális ember, akire rá lehetett bízni a falu vezetését, akkor szívesen szavazták őt meg, és hát végül ugyan férfi utód nem volt, de női igen, úgyhogy így alakult, hogy ő lett Belgium első női polgármestere, aztán a második világháború alatt elbocsátották, beállt az ellenállásba, lefülelték, letartóztatták, és képzeld el, megúszta, nem voltak ellene bizonyítékok, viszont ugyanaznap a testvérét, a lánytestvérét börtönre ítélték, elküldték koncentrációs táborba, és ott is halt meg. Úgyhogy az ő élete is kevésen múlott, de ő megúszta, így aztán még elég hosszú ideig élt itt ezen a vidéken. Szóval az ő családjáé volt ez a kastély, amit láttunk.
Uno X UAE továbbra is elől. Timothy Dupont tűntött fel 161-esre egy pillanatra mezőny közepén. Pingolból egyik nagy esélyes ennek a versenynek. Még egy teljes kört meg kell tennie a mezőnynek. Ezen a Nokere környéki körpályán, azt mondja, 43 kilométer van hátra akkor. Most tartanak még Nokere felé, tehát most már nincsenek messze Nokerétől. Viszont elméletileg jön még majd a Huizei kockaköves rész, és ugye utána pedig a Huize pont vég, tehát még két, az a két durva kockaköves rész, amiről beszéltünk, ahol az oldalszél is be tud fújni, az még hátra van. Többször említettük a Párizs-Nizzát, hogy mi történt ott, milyen sokan vannak itt ezen a versenyen azok közül, akik ott is ott voltak. Van egyébként történelmi kapcsolódás is a két verseny között. Elég komoly múltra tekint vissza a Nokere, hiszen ez a 76. amit megrendeznek, az elsőt még a II. Világháború ideje alatt 1944-ben rendezték meg. És akkor az ötlet az onnan jött, hogy korábban, 6 évvel megelőzően az első Nokerét még a világháború előtt 38-ban Párizs-Nizzát Jules Lévy nyerte meg, és gyakorlatilag az ő tiszteletére, aki itt Nokerében született, rendezték meg az első Nokerét, olyannyira nagy sikerrel, hogy aztán a többire is sor kerülhetett, és 2019 óta a női versenyeket is megrendezik már. Láthatunk majd egy összefoglalót egyébként arról a női versenyről, amelyet ma megrendeztek itt Nokerében, és hát ez egy tendencia, ebben az évben már a Paris-Roubaix-t is megrendezik majd a nőknek, úgyhogy egyre több olyan kockaköves verseny a női naptárban is, amelyre azért eddig nem nagyon volt példa. És itt a Lengyel-Strát, amely a leghosszabb, illetve a második leghosszabb kockaköves rész, viszont kitett, szélirányból kitett. Emelkedik is, átlag 5,2%. Ugye itt indult meg Tönsz az előző körben, és ment vele Ressel. Őket utolérték, de az már egy próbálkozásnak tűnt, az már egy helyzetfelmérésnek tűnt. Szökevények egyelőre együtt maradnak itt, de azért látható, hogy fölállnak kicsit átlóba, hogy továbbra is kapják az oldalszelet. Ott az ászló, amin látszik, hogy viszonylag erős szél fúj nekik a jobb oldalról. Mindenki próbál szélárnyékot lopni. Grignard itt hátul a Lotto Soudal-ból 83-assal, Zaccarato pedig a Bardiani-ból előtte. Ez lesz majd az egyik kulcsfontosságú rész az utolsó körben. Ebben a mezőnyben pedig tempó, méghozzá elsősorban a helyezkedés miatt. Mindenki a legjobb pozícióban akar odaérni erre az emelkedőre. Rally Cycling ebben a narancssárga felsőben helyezkedik itt elől. FTG is próbál előre jönni a jobb oldalon, a Quickstep is ott van. Megint nagy a helyezkedés itt a kockaköves rész előtt. Mindenki erről akar lenni. UAE is a jobb oldalon próbál előrébb jönni, de Luno X és a Quickstep tűnik a legjobb pozícióban. Most meg a Kubeka. Fordulnak rá ide a szűk útra, és aztán mindjárt kezdődik nekik is a kockaköves rész. Beállt a különbség, és már elég hosszú ideje, 2.30 környéki. De König Quickstepesek ott vannak az elejében. Nekik azért elég sok opciójuk van a mai versenyre. Két FDG is elől. És egyáltalán nem biztos, hogy az utolsó körre tartogatják ezt a kulcsfontosságú támadást. Azért 40-nel a vége előtt már el lehet gondolkodni egy meginduláson. Delco, FDG és Quickstep most elől.
telkósok is tartanak elő szinte mindig egy embert náluk. Ugye ott van August Jensen, aki elég gyors, ott van Grosu és Siskevicius, aki szintén gyors, és Pierre Barbier sem lassú. Megint szakad a sor. 61 picit előrébb, és még ketten próbálnak csatlakozni, az Ineosból valaki. Ketten vannak itt az FDG-ből, egy delkós. Az Alpecinből is vannak, de hát az UnoX-ből is érkeznek, úgyhogy a szakadás ez hamar eltűnik. Igen, egyelőre nagyjából együtt marad a sor. Grosu az elejében. Márkától, aki korábban leszakadt most egészen elől, ő még egyszer nem akarja elkövetni ezt a hibát. És itt azért van szenvedés a végében. Az FDG-ből Alexis Brunet, akit korábban láttunk levenni az okniát, vagy a lábmelegítőjét egészen akrobatikus módon, ő most itt hátul. Mezőny együtt túlélte az Ástrátot, de mindjárt jön az újabb nehéz kockaköves szakasz. Az sikáne. Az komoly sikáne. Lejtmenetben ráadásul. Ide lehelyekelt volna valami kis jelzés, hogy a táblánál valami kis puhítás, hogy ne a falat vigyék el, hogyha nagyon szűken veszik a kanyart. Nincs elképzelhet, hogy itt, amikor utoljára átjönnek, akkor majd kapaszkodni kell a gatyába. Kubeka Assos közben az elejében, ugye neki két jó sprinterük van, Pelucchi és Walscheid. Walscheidnek lehet, hogy egy picit nehéz lesz majd a vége. És azért itt van Reinhard Jan Sefa Rensburg és Lasse Norman Hansen is a jó nevek közül. Ez pedig a szökevény csoport továbbra, és egész nap ők vannak elől. És eddig nagy az egység. Most megint egy picit elkezdett csökkenni a különbség, 2-11. Most kezdődik a Huize-Pontvég, amely szintén egy veszélyes rész, ráadásul ugye ez a leghosszabb kockaköves rész. Ez a harmadik adat, amit kiírnak, illetve amit olvasok. Olvastam 2 kilométert. A kiadott roadbookban 1600 méter van, itt 1800-at írnak ki. Egy a lényeg, hogy kockakő, oldalszél, és ez a leghosszabb. Viszont nagyon szépen együtt vannak és összedolgoznak a szökevények, és feltétlenül ez marad az utolsó körre is, hogy mikor kezdenek el majd egymás ellen dolgozni, nyilván attól is, hogy hogyan reagál rájuk az elkövetkező kilométereken a főmezőny. Lesz egyáltalán lehetőségük egymással foglalkozni, vagy végig hátrafelé kell majd pillangatni. És ott van a malom, és az újabb nyitott rész, ahol nagyon figyelni kell. Itt az oldalszéllel együtt, még ha valaki meghúzza a sort, föl is állnak átlóba megint. Annyira, hogy a sor végén már nem marad Robénak nagyon hely az úton. Le is szorult egy picit kockaköves részről. És megint itt a mini jeep, nézd meg. Fáradhatatlanul. Aksit feltöltötte. Nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly. Hát azért ez nagyon nagy élvezet lehet egy ilyen... Zseniális. Ilyen fiatal gyereknek. Hát mennyivel mehet azért? Egy 20-25-tel szerintem minimum. Hát igen, bringásokkal majdnem tartott. Hoppa, a bukás. Még a kockakő előtt. Adam Van Vossa Rallyból föltápászkodott. Viszont itt van Dainese a DSM-ből. Az nem jó hír. Ricard az Alpecinből. Kasper van Uden a másik, DSMS, hármas a Borából, ha jól látom, akkor ő Martin Lász. Rally Cyclingból Adam De Vos. Igen, Martin Lász az ész sprinter. Hát lehet, hogy ezzel eldől, hogy nem Lászt fogjuk látni sprinterni, hanem Mőzt. Főleg, hogy meg kell várni a komplet kocsisort, amíg elvászorok, de úgy látom, a rallis fiú sem tud tovább menni, De Vos. Sőt, a jobb combját fájlalja közben. Igen, hát ez a szűk rész, ahol azért a patka erősen saras, többen leteszik a lábukat.
Szerencsére az árokban azért senkinek nem kellett bele esnie. Ugye ő még kanadai bajnok, mert ugye a 2020-as kanadai bajnokságot nem rendezték meg. Még 2019-ben nyerte meg ezt a trikót, amiben azóta is teker. Na, és azért a kitett rész eredménye, hogy megint szakadások a főmezőnyben. Nagyjából 10 fős csoport elment egy picit. Igen, és lehet, hogy jó lenne, az a helikopter közelebb menne, így bizony, hogy lássuk, hogy kik vannak itt. Quickstepből ketten is. És itt van Szefán Márke elég jó helyen, az Izraelből. Igen, és azért, mivel itt elég sok csapat 89-en benne vannak, ezért elképzelhető, hogy ez egy jó eséllyel meginduló támadás. Most az Uno X-ből is, akik rendre figyeltek az ilyen támadásokra, van valaki. Talán Lögák az FDG-ből itt az elején. Borából ketten itt ebben a csoportban. Az a helyzet, hogy ez egy jó dolog, hogy szétszették a mezőny, de ugye ezt össze is kell tartani, ezt a szökést. És azért elég komoly erők gyűlnek még hátul. Van Márke, az, hogy itt van, az mindenképpen jó jel. Azt nézem, hogy FTG is van-e, mert a legutóbbi szakadásnál ugye ők voltak azok, akik nem voltak ott, de mintha egy valaki igen lenne. És itt azért még sokan szivárognának föl, legalább még egyszer annyian, mint akik ebben a csoportban vannak. Van Márke most az, aki leginkább meghúzná ezt az egész támadást. PNB Hotelsből elméletileg nem is olyan régen még Debakker és Mozzato is elől volt. Na itt jön az a második csoport, amely még fölérhet. Azt is jó lenne megnézni, hogy mögöttük mi a szitu. Hát ott igen. Is jön egy társaság még. Itt azért nyilván ezt a bukást használták ki. Nagy rész, nem csak a szelet. Ez az élen lévő csoport. Leginkább onnan lehet leszűrni, hogy mekkora a tempó egy ilyen szökésnél, hogy mennyire csökken a szökevények előnye, és most jelentősen. Azért 1.23, ilyet még nem is láttunk, mióta bekapcsolódtunk az élő közvetítésbe. Elméletileg Cavendish nincs sem az első, sem a második csoportban, viszont a jó sprinterek közül Molano, ő itt van az elejében, nem a legelső, de a közvetlen utána lévő csoportban. Itt most hátszelet kapnak, ugye ez így volt az előző körben is ezen a szakaszon. A hosszú kocka köves rész után jön egy hátszeles. Ez a két csoport mindjárt össze fog zárni. Ahogy itt elfordulnak, oldalszél érkezik. Viszont itt már egy viszonylag védettebb szakaszra jönnek. És közben megerősíti az FDG, hogy valóban Olivier Legac van elől. Nagyon erős a tempó. Lassan behozzák egy perc környékére szökevényeket. Kérdés, hogy ahogy kiérnek erre a jóval szélesebb útra, lesz-e változás, mert azért itt volt már olyan, hogy szakadásokat sikerült eltüntetni. Itt most azért jó esély nyílik arra, hogy a mögöttük lévő nagyjából 15 fős csoport fölérjen. Grosut láttuk már ebben az előlévő csoportban, de itt van elméletileg Válsejd és Philipsen is. Igen, Philipsen valóban ott van. És most azt írják, hogy Cavendish az üldöző csoportban, miközben ugye két csapattárs itt előrébb. Itt jön Legac. És most már csak egy De Koning Quickstep-est látok ebben a csoportban, de végül is tök mindegy, mert mindjárt Cavendishék fölérnek. Igen, és ott van, hát ott is csak egy Quickstep-es, talán csak Cavendish. Az UAE-ből sokan vannak, összesen hárman az első két csoportban. És közülük az egyik biztosan Molano. Megnézzük mindjárt, meg is állnak itt elől Grosujék, mert utolérte őket ez a csoport. Most akkor újra kell gondolni, hogy ki dolgozik. Igen, Molano tényleg ott van, most látszott egy pillanatra. Igen, viszont mögöttük az egy jóval nagyobb a szakadás. Igen, és most viszont menni kéne. Ez nyilván egy kritikus pillanat, két csoport összezárt, most mindenki vár, hogy
ki az, aki motivált, ki az, aki egyből előre áll, van-e valakinél csapatstratégia. Igen, itt azért nagy a különbség. Igen, igen nagy a különbség. Ez egy 15-20 másodperc. És az Uno X-esek itt ebben a csoportban, akik egész nap a mezőny elején mentek. Igen, vannak Uno X-esek, de elől is vannak Uno X-esek, úgyhogy nagy kérdés, hogy kinek az érdeke elsősorban az, hogy ez a csoport felérje, ki fog ezért egyáltalán dolgozni. Két Uno X-es ebben a csoportban. FDG-ből valaki megpróbálja húzni ezt a sort, de ez azért tekintélyes. Ez azért tekintélyes távolság. Nem vagyok biztos benne, hogy innen föl lehet érni. Hát nagyon nagy kérdés lesz, hogy mit mennek. Biergál előre. Az mondjuk azért nem egy élmény, amikor Bierget kell üldözni. Itt van Cavendish, Mulánó. Cavendish ordibál. Mondjuk az nála sokszor alaphelyzet. Ő próbál rendet tartani, vagy rávenni az együttműködésre talán a többieket. Bierg valakit szerintem odébb taszított. Nagy a feszültség itt ebben a csoportban, megint egy kicsi szakadás, ezt most összezárják, és most kezd úgy kialakulni valamiféle összhang ebben a csoportban. Önárvá ez, itt az Ineosból. Itt van Válsejt egészen elől. És az Ineosból még valaki van ebben a csoportban, Narva ez mellett. És ez inkább csak nőtt ez a különbség szerintem, miközben egy perc alá hozhatják a szökevényeket. Továbbra is az FDG a legaktívabb itt hátul a harmadik csoportban. Szinte biztos, hogy akkor Jake Stewart abban a csoportban ragadt. Itt van Timothy Dupont. Bjerg nézelődik, ő menne. Ő menne, mert hogy az emirécesek egész jól állnak létszámban. És ő mász vajon? Magas srác? Vagy mász, műsz. Összeolvastam Last meg Mőszt, abból lett a mász. Hát majdnem fél perc van a két csoport között. Hater van még ott az elejében az Ineosból. Ugye Fanmarkét már említettük, és elméletileg az egyik Uno X-es Halvorsen. Haternek volt egy nyilatkozat a Cycling Weekly-n, és azt mondta, hogy ez egy olyan év áll előtte, amelyben már komoly győzelmeket vár magától, és nem csak az olimpiára gondolt, ahol három olimpiai bajnoki címet is gyakorlatilag szeretne megszerezni, és elsősorban a pályára gondolt, hanem országúton is szeretne nyerni. Megkérdezték tőle, hogy az ilyen egynaposokon mi az, ami elsősorban különbséget jelenthet, mondjuk egy hosszabb többnapos versennyel szemben, azt mondta, hogy a taktika fizikálisan nagyjából mindenki azon a szinten van, a taktika nagyon sokat számít, ki mikor indul el, mikor tartalékol, mikor indítja a támadását, ezt lehet leginkább itt megtanulni. Hogy az előny? Egy percen belül most már a kettes csoport, Heiterék féle csoport, és az tempómenés Bertől. Ez nagyon komoly. Van itt egyébként még valaki Grosuval, a Delcóból ketten ebben a csoportban. Philipsent lehetett látni egy pillanatra, és akkor megérkeznek ők is Nokerébe. Itt lesz majd a befutó 30,5 kilométer múlva. Kíváncsi lennék, hogy ki van itt az Ajedözerből, mert hogyha Guzsár, akkor neki a vége az egész jó. Egy Ajedözerest látni ott nagyjából a harmadik, negyedik hely környékén. És itt jön most egy leszakadó csoport. Sőt, bocsánat, nem ezek már az üldözők. Igen, nagyon közel jöttek, 10 másodpercnél gyakorlatilag, pedig az előbb még fél percet írtak ki. Lehet, hogy össze fog még egyszer állni ez a főmezőny. Hát nincs nagyon összhang itt az elejében. Bjerg, aki láthatóan próbálna menni, többiek azok inkább csak jönnének. Igen, és noha ott vannak Bjergel, a csapattársak, ők sem úgy helyezkednek. Jakusenko is itt van ebben az első csoportban, mintha nagyon menni szeretnének, úgyhogy nincs könnyű helyzetben Bjerg.
úgy tűnik az az alapegyenség, hogy akkor álljunk össze megint. Igen, így most megint majdnem megduplázódik majd a mezőny. Árné Mari itt a Top Sportból, vagy most már csak Sportból. Épp mond a top kerül ki belőle. És ezért ugráltak föl néhányan, és próbáltak minél hamarabb előre kerülni, mert ha megrántják az első sort, abból még azért baj lehet. Közben a Deceuninck Quickstep azt mondja, hogy Cavendish mellett József Cserny van még elől. Mulánóig beszélgetnek, kicsit kedélyesen. Narváez néz hátra, hogy hányan jönnek, mégis ott jön még egy csoport, nagyjából egy fél percre. Ez egyébként azért is meglepő, hogy csak ketten vannak, vagy pontosabban csak egy ember van Cavendish-sel, mert Rickman Slicke azt mondta, hogy megvan az az erősség a csapatban, hogy végig kontroll alatt tartsák itt a mezőnyt. Úgy tűnik, hogy ez azért a Quickstepnek most kevésbé jön össze. Alvorsen nagyon szépen az elejében tartja magát. Itt van Jabusenko. Hoznak egy 41-42-es átlagot itt az első 4 órában. Nem véletlenül a fáradt arcok, azért ilyen nehezített körülmények között nagyon nagy tempó. Na, megint együtt az Uno X. Ketten voltak elő, ketten fölérkeztek, úgyhogy megint megvan ez a 4 fő, akik egész nap a mezőny elejében, ugye Halvorsen, Larsen, Ressel és Tiller. Timothy Dupontot mutatják közelről, inkább a mezőny hátsó felében. Igen, ő a leszakadó csoportban volt, most megnyugodhat, hogy sikerült fölérni, viszont a következő alkalommal, amikor jönnek a hosszú kocka köves részhez, jobban kell figyelnie. Megy a rádiózás az Uno X-nél, azért nem álltak annyira össze, ketten-ketten itt vannak az elejében, de láttuk, hogy voltak ők hatan is jó pozícióban. Ketten-hárman a Groupama FDJ-ből is vannak itt erről, és hát akkor az UAE, ahogy eddig, ezután is. Még a Rally Cycling narancssárgában ott hátul helyezkedve, itt 3 emberrel. És látszik, hogy megtorpant az üldöző csoport, megint perc fölött a különbség. És mintha esne az eső. Eddig azért inkább csak nedves aszfaltot láttunk. Most, ha még eső is lesz, akkor az plusz nehezítés a kocka köves részeken főleg. Az látszik, hogy ha van egy 5-10 kilométer, ahol jobban meghúzzák, akkor el lehet tüntetni egy másfél percet pillanatok alatt. Úgyhogy valószínűleg a szökevények is tudják, hogy ennél azért lehet, hogy több kell tőlük, hogyha az akarnak érni. Az első kockaköves rész itt az utolsó körben. Egyébként a legnagyobb település itt a környéken, Varegem, ami az igazi rossz fiúk városa volt, mert tudod, minek a fekete kereskedelmi fellegvára? De minek? A vaj. Gondoltad volna, hogy a vaj, mint fekete kereskedelmi termék ezen a környéken megjelent? Innen származik valószínűleg a kifejezés, hogy vaj van a füle mögött. Ja, és Varegem Szekszár testvérvárosa. Nem tudom, lehet, hogy vajat cseréltek szekszárdi borért. Feketén. Na most áll össze az Uno X a mezőny elejében. Nagyon jó látni a kis norvég csapatot, ahogy mozognak. És egyébként nézd meg a Bingol Valoni Brüsszelt is. Ők is 3 emberrel még itt. Ketten Timothy Dupont mellett. És az UAE-sok. Az UAE-sok is ott vannak 4-en. És az erről pedig 2 alpecines. Egy percre szökevények. A Quickstep egyáltalán nem domináns annyira. Van Márke továbbra is elől helyezkedik az Izraelből. Sokkal inkább most várhatók azok a támadások, amelyek akár már döntő jelentőségűek is lehetnek a végén, 25-tel a végén. Ha valaki nem akarja a végére is a mezőny hajrájára hagyni a döntést, akkor
akkor 25-tel a vége előtt már gondolkodhat egy szökésem. Most írta a Rally Cycling, hogy három emberük van még elől. Pierre-André Coté, Robin Carpenter és Magnus Sheffield. Elméletileg Carpenter a leggyorsabb versenyzőjük, de hát náluk sokszor szerintem a pillanatnyi forma dönt inkább. Nincs akkora különbség, nincsen annyira sok specializálódott versenyző még a rallyban. De azért az szép, hogy egy ilyen versenyen három emberük ott van az elejében. A narancsmezes csapat, nem a, amelyik itt elől ilyen citromos, hanem kicsit hátrébb, akik narancsszínűek. Révdani barátunk azt írja, hogy szexárdi bor is jó, na de a szexárdi sör az világszínvonalú. Hát akkor vajra sört. Tök mindegy, figyelj, bármelyiket odaadjuk. Nem, ott fordítva. Vaj nem kell. Sör kell, meg a bor kell. Szóval nem, nem jó végén vagyunk mi ennek a kereskedelemnek, Szatyi, én már érzem. Akár a sört adjuk, akár a bort. Ez nem lesz jó vége. Philipsenék közben elszakadnak egy picit. Igen, úgy láttam, hogy Golás próbált meg felugrani az Ineosból, és még jönnek mások is. Képzelhető, hogy ez egy fontos pillanat, amiről legalábbis a kezdetéről ennek a támadásnak lemaradtunk itt a reklámszünet miatt. Pöstlberger nagyon aktív itt az elejében a borából. És ő kezdeményezte ezt a kis balhét. És ugye ez az utolsó kör, itt már azért nincs mit tartalékolni, jönnek majd a kockaköves részek. Hát, ha még előtte is picit ki lehet szórni néhány olyan ellenfelet, aki csak zavarok. Rosszú nagyon jól helyezkedik folyamatosan itt az elejében a Delcóból. És Pösti nincs egyedül, ahogy nézem, van mellette még valaki a borából. De megint elkezdik egymást nézegetni, és így gyakorlatilag nem csak két-három ember, hanem mindenki föl tud ugrani, és meg itt egyesül. Na mezőn, de most már azért a folyamatos támadások jellemzők. Nagyon szépen helyezkedik egyébként Philipsen. Folyamatosan itt van az elejében. Golás. És Tönsz is itt van. Tönsz is itt van jó helyen. Hater kicsit hátrébb. És az FDG-zsek is többen vannak itt az elejében, nem csak Lögák. Ott elszaladt egy kabát. Ajaj. Április 1-je előtt vagyunk még, úgyhogy nincs baj. Na, na de ezzel mit csinálsz? Így van, ugye, ezek mit csinálsz? Ezek milyen elbírálásban részesülnek, vagy véletlenül lejtettem. Véletlenül nem tűrte be rendesen. Na. Hát igen. Már csak két hét. Két hétig lehet szabadon szórni a jackiket. Tegyük hozzá egyébként, a jackit nem szeretik elszórni a versenyzők, mert azért nyilván egy ilyen kabátnak van ára. Párizs-Nizzán volt, ahol viszont sorozatban dobálták el? Igen, van olyan, tehát nyilván van olyan szitu, amikor azt mondod, hogy a versenyhelyzet fontosabb. Közben Pöstlberger megint előre áll, és Van Márke mögötte. Pöstlberger nagyon aktív ma. Igen, az most egy elég komoly tempóváltás, innen látszik, hogy megint nyúlik a sor. Csapatokként egy-egy ember. Tudod, mi az, akiről még nem, vagy ki az, akiről még nem beszéltünk, pedig egyébként tök jó sztori lett volna. Most már nem fogunk. Erről a vidékről származik Belgium leghíresebb déli sark utazója, Gaston de Gerlás, és van még egy kastélyuk is itt. Az apukája 1800-as évek végén egy Belgica nevű hajón, egy háromárbócos gőz meghajtású hajón utazott el a déli sarkra, és képzeld el, hogy ők voltak az elsők, akik ott töltötték a telet, mert hogy úgy befagyott a hajójuk, hogy nem tudtak hazajönni, aztán végül maguknak valahogy kitörték, kiválták a hajót, és 60 évvel később a fia Gaston szintén elment, és egy kutatóállomást, az első belga kutatóállomást hozta létre a déli sarkon. Szóval van itt komoly kiállító központ, ahol még a kitömött császár pingvinjét is meg lehet nézni, aminek azt hiszem Hans volt a beceneve, és egy csomó ideig az antwerpeni állatkertben élt, aztán utána,
amikor elpusztult szegény, akkor kitömték, és itt van a kis helyi múzeumban. Mindenféle tárgyal, agyagedényekkel, az ezüst kávés csészéje itt van, hótaposója, szóval érdekes lehet egy ilyen kiállítás. Szóval itt ezen a környéken éltek, itt van kastélyuk. Közben elől is kezd egy pici változás beállni, legalábbis Zoccarato a Bardiánival egy kicsit ellépett a többiektől. Bemegy az Uno X. Azt nézem, hogy arc alapján talán August Jensen, aki itt van a Delcóból még. Ez érdekes lenne, mert ő sem lassú. Amit az Uno X csinál megint, az viszont óriási. Ez egy rövid próbálkozás volt. Zoccarato-tól utolérik a többiek. Ezután milyen lehet visszaállni? Megpróbáltam túljárni az eszeteken, de most újra dolgozhatunk együtt. Azt írják közben, hogy Philipsennel, aki ott van segítő, ő Rizbék, az Alpecin Phoenixből. Dupont mellett Anyolovski van ott, a lengyel, a Bingol Valoni Brüsszelből. Szerintem az ő nevüket még nem említettük. Ugye Márkátot, Jabusenkót már mondtuk az Emirates-ből, és ugye Bjerg is ebben a csoportban. Ezt a kastélyt meg már lassan többször látjuk, mint a sarki boltot. Hát egyáltalán lehet csoportról beszélni, mert itt most már inkább főmezőny van megint. Amely összeállt. Társadalmi szerepvállalás fontosságára próbálja fölhívni a figyelmet az Uno X-es fiú, hogy segítsen más is. Hát itt mindenki vetkőzik, vakarózik, eszik. Tönsz megy. Ő nem vakarózik, Philipsen pedig ugrik. Nem, ő nem Philipsen. Nagyon hasonlítanak a Grizzbékkel. Lehet, hogy mégis Philipsen. Tönsz már egyszer megindult. Igen, most az a váratlan, hogy nem kockaköves részen tesztelte magát. Hát csak kipróbálta ki, hogyan reagál erre. Jabusenko egyből jött. Ő is éles. Na jó, hát akkor menjünk tovább így. Ezt is csak egy pár hétig szabad már csak, amit most az árkeás fiú csinál. Viszont figyelj, ez mindig egy perc a különbség, előbb vagy utóbb meg kell indulni. Azt hiszem, hogy a legtöbben a kockaköves részre várnak. Egyébként most megint összejött egy majdnem 60 fős boly. Igen, látótávolságra van azért ebben a hosszú egyenesben a szökevény csoport, de itt mögöttük tényleg nincs egyelőre senki, aki felvállalná azt a húzóerő szerepet, ami kellene az egy perc eltüntetéséhez. Kubekások most elől. És hát szokás szerint jön az Uno X is. Tényleg rengeteget dolgoznak az Uno X-esek. Hogyha ebből nem jön össze legalább egy top 5-ös eredmény, akkor azt gondolom nagyon szomorúak lesznek. Van Márke. Neki már nem kell a kabát. Direkt Energyből Ferron volt ott a sor végén. Megy az egyeztetés. A körbenézés, hogy ki tervez ki forral bármit is. Elméletileg ugyan nem láttuk még őket, de itt vannak elől a következő nevek. Mősz például, Sarro szintén ebben a csoportban. És őt láttuk, Tillert, Rasmus Tillert, őt láttuk. Az a helyzet, hogy el lehet még egy ideig itt hátul egymásra figyelni, de elől nem engedték el a dolgot a fiú. Itt van Tyson, akit a közvetítés elején említettél, hogy talán ő a leggyorsabb ebből a nagyon csikó lottoszudából. És egyre inkább az egy perc lesz érdekes, 16 és fél el a vége előtt, hogy azzal mikor akar kezdeni valamit a főmezőny.
Az Uno X mutatja, hogy gyertek, dolgozzatok ti is. De nincs senki. Kubekások, alpecinesek nem jönnek. És úgy tűnik egyre inkább kezdi unni az Uno X, hogy gyakorlatilag a munka nagy részét ők viszik el itt elől. De mérgesek az UAE-sek is. Hát igen, mert ugye ha nem mennek, akkor elől fognak menni, és nőni fog a különbség. Ha mennek, akkor majd a kockakövön betámadják őket, a norvégok nagyon-nagyon mérgesek. És hát valljuk meg azért egy ilyen versenyen, ahol azért jó néhány World Tour csapat is itt van, azért az szokott inkább a helyzet lenni, hogy aha, inkább a dük oka az volt, hogy valamilyen technikai probléma van Márkátónak. Nem feltétlenül az, hogy nem forognak, az Uno X-esek vannak sokkal inkább emiatt kiakadva. Szóval azért itt a World Tour csapatoknak lehet, hogy egy kicsit többet kellene vállalni. Márkátó nagyon-nagyon mérges, mert hogy szeretne elő lenni, hiszen ő azért nem lassú Molánóval, illetve Jabusenkóval együtt ő neki lehetne esélye azért. Mi van ezzel a kerékpárral? Mert hogy a váltója ragad be, mert hogy azért úgy megy vele, tehát valószínűleg nem defektje van. Á, szegény. Ez bringa csere lesz. Simán lehet egyébként, hogy ebben a sáros időben egyszerűen valami a váltóban beragadt. Próbált menni amilyen tempóval csak tudott, amíg utolérte a csapatkocsi. Közben Van Márke visszajött a mezőny elejére. És nézd meg azért, Válsejdék milyen szépen mozgolódnak ott. És Van Márke egyébként, eddig Van Márke volt itt elő, de az se kizárt, hogy az Izraelből mások is megérkeztek. Elkezdenek tempót menni, 56 másodperc már csak, hát ebből a szempontból a Márkátónak nagyon pekesen jött össze ez a technikai hiba. Innentől már nem tudom, hogy fog tudni fölzárkózni ez a mezőnyhöz. Igen, ő nem Van Márke, azt már biztosan kimerem jelenteni. Kicsit hátrébb lehet látni most őt. Bjerg még itt van. Na igen, most van valami összhang. Igen, kubekások most ott hárman is ott vannak. Kicsit az izraelesek is beszálltak a forgásba, de ez a három csapat még az Uno X-el igazán dolgoznak. Quickstep és Cofidis már hátrébb, FDG-vel együtt. A Kubeka Assos csapat szerint elől van Andreas Topro közülük, illetve Reinhard Janse van Rensburg. Nézd csak, igen, ők azok itt elől ketten. Folyamatosan mutogatás az Uno X-nél most, éppen azt lehetett látni, hogy Halvorsen mutatta, hogy tessék, itt van a hely, oda le lehet forogni elém. Halvorsen és Skarset van ott elől az Uno X-ből. Jake Stewart itt van az elejében, őt láttuk egy segítővel, Linhardtal. Ott van Mőszaborából. Julien Duval is itt van az Ager Dözerből, Tönsz itt picit hátrébb. Archbold, a Deconinck Quickstepből mellette Cavendish. Risbék még mindig itt, de jó lett volna ezt tovább mutatni, mert az elejében azért még volt pár fontos név. Szájnokot láttam még a Cofidisből. 39 másodperc. Tényleg összeálltak az Uno X-esek perlekedése eredményt hozott. Van összmunka és gond van ilyen szempontból most a szökevények. Hát, itt sincs, mondjuk úgy, tökéletes rend. És 3 kilométer múlva jön a Lange-Astrad, az első veszélyesebb kockaköves rész. Egyből utána ugye a hosszú, a Huizepont vég, mind a kettő oldalszél szempontjából is veszélyes. És ugye a Huizepont vég után van még egy rövidke, kis kockaköves rész, a Nokerepont vég és a végén a 400 méter hosszú átlag 6%-os Nokereberg, az emelkedő, aminek a tetején van a befutó.
Hát itt most nagyon jól látszott az abban a pillanatban, ahogy hátul lett egy kicsi őszhang, eltűnt a különbség fele. Pedig már lehet, hogy kezdtek bizakodni itt elől a srácok, hogy elvakszolja a mezőny. De nem. De látszik, hogy nagyjából az a terv, hogy itt a 10. kilométernél már 10-el a vég előtt meglegyenek a szökevények. Ez már tempó. Elől a Cofidis, mögöttek az izraelesek, Uno X. Két embere is van elől Jake Stewartnak a végére, Lögak és Linhart. És most hozzák előre Philipsent. Reinhard Janse Fahrensburg, és egyelőre kicsit hátul a Deceuninck Quickstepesek, de ezt mondjuk megszoktuk tőlük. Ők nem szokták mutogatni magukat az elejében, közben támadás elől. Robé. Hú, milyen pörgős áttétellel jön itt a kockakövön. Coden, de kinyújtott nyelvvel, igen, jön mögötte. Harmadik pozícióban Zoccarato, de ő már leszakadva egy picit. Ők ketten jönnek el. Ez így érdekes lehet, hogyha ők bírják, akkor még lesz dolga a főmezőnynek. Ott a háttérben már az emelkedő alján megjelenik a főmezőny is. Ez még csak egy rövidebb kockaköves rész volt. Nagyjából 10 kilométer lesz hátra, amikor elkezdik a két legnehezebbet. Erős a szél továbbra is. Kubekából Pupio is itt van elől. Tehát elméletileg Walscheid, Reinhard Janse Fahrensburg, Stöckbro és Pupio is elől. És Van Márquez, aki nagyobb tempóval jön. Igen, igen. Ellépett ő is egy picit a többiek. Kicsit akadályozzák a mögöttük lévő kubekásokat a leszakadó szökevények. De ezzel a tempóval senki nem tud egyelőre utána jönni. Kicsit korábban, nem vár a kockaköves részre. Lehet, hogy úgy volt vele Van Márquez, hogy arra mindenki számít, hogy ott indul meg. Hát, ha egy kicsit korábbi támadásra meg lehet lepni. Pár métert el tudott jönni. Szökevény csoport darabokban előtte. Nagyjából ilyen 50 méterekre szétszakadozva. Zoccarato van ott most a két fős szökevény csoport mögött. Itt vannak elől ők a mezőny eleje, Robé és Godem. Márke pedig kerülget. Nem rossz neki egyébként egy pici segítség, hogy mindig van kit utolérni, van kitől lopni egy pici szélárnyékot, de egyelőre olyan drámaian nem tudott elszakadni. Julien kiállt előle, elegánsan. Igen, aztán megpróbál az ő szélárnyékában tovább menni. Nem rossz ötlet ez sem, ha bírja. Van Márquez támadó szelleme az nagyon szerethető. Robéjék már itt a következő kockaköves szakaszon. És itt szépen felszáradt már a kockakő meg az aszfalt. Ezen a részén a körpályának. Itt volt az a kanyar, ahol sikerült bekopogtatni kapun. Most is néhányan azért fölugranak rögtön nagyobb ív miatt a járdára. Utol is érték Van Márquez-t. Meg is áll. Grosuit szépen elől. Fahrensburg és Walscheid. És megint sikerült ledarálni a csoportot rendesen. Philipsen itt van, Narváez itt van, és ha jól láttam, akkor Jake Stewart is itt van. Megy a nézelődés megint mögöttük, úgyhogy tudják egy kicsit duzzasztani ezt a különbséget elől, Robiték. Sőt, még akár Zoccarato is felérhet. A kalappal Zoccaratónak nagy szíve van. Nem engedte el, annak ellenére, hogy leszakították mögötte a főmezőny, annak a maradványai.
ő csak megy tovább. Van Pukke szintén ott van még. És itt pedig egy megindulás. Golás lesz, hogyha jól látom, aki innen megindult. Ott jön egy üldöző csoport, akiket ugye sikerült a kockakövön leszakítani. Nem túl nagy elánnal dolgoznak itt a fiúk. És az Uno X-esek pedig itt, nézd meg, annyi munka után három Uno X-es csak a harmadik csoportban. És itt vannak, itt van Archbold, és hát nem tudom, szerintem Cavendish nem volt itt, legalábbis elsőre nem láttam ebben a csoportban. Archbold biztos, hogy ott volt. Cavendish még abban a csoportban jelölik, amely az üldöző, nagyobb üldöző csoportnak számít, a G3-assal jelölt csoportban, ahol Van Márke is ott van jelenleg, onnan próbál most például Golás elszakadni. Godenék mennek. És akkor ugye itt utolérték Van Pukkét, ez a kettes üldöző csoport most. Van Pukke egész nap szökésben volt, ő nem biztos, hogy ide be fog tudni állni. Trek közben megerősíti, hogy Tönszön kívül nekik már nincs emberük az elejében, tehát Kirsch sincs ott. Itt az üldöző csoport. És ezért megint az UAE elől. Van itt Uno X-es, mindenki szakadt le. Darabokban a mezőny eleje. Na, eddig tartott Van Pukkének a próbálkozás, hogy beálljon ide. Mozzato a B&B Hotelsből itt elől, minden igaz Golással. Ők azok, akik megpróbálták becsapni a mezőnyt, egy picit hamarabb ellépni. Egyikük sem a favoritok közé tartozik. Miért ne lehetne megpróbálni? Pillanatokon belül Zoccarátót utol fogják érni. Nagyon sajnálom, hogy ilyenkor nem mutatják az üldöző csoportot, mert ugye a legérdekesebb kérdés az, hogy kik vannak ott. Annak ellenére, hogy tényleg nagyon szimpatikus, ahogy itt elől Robé, illetve Godin megy. Azért nagyon nehéz kockaköves részek jönnek még. Itt kezdődik például a leghosszabb, az 1800 méteres. Maradjunk most ennél a köztes számnál. Ott jönnek Golasék. Nagyon nehezen közelítenek ők is. Nagyon nehezen közelítenek ők is Godenékhez. Semmizetem Godenről, hogy ő azért jó barátságban van a kockakövekkel, azon a bizonyos 2013-as Paris-Roubaix-n, amelyet Cancellara nyert meg. Úgy lett ötödik, hogy Van Márke, Terpstra és Van Avermaet tudta csak megelőzni. Tehát azért ez egy olyan névsor, amely jelzi, hogy kikkel tudta tartani a lépést. Tibárt például megelőzte. Zoccarátót utolérik, Zoccarátó megpróbál beállni. Hát nem tudom, hogy ez most nem frissül, vagy tényleg folyamatosan 38 másodperc a különbség. Az utolsó igazán nehéz kockaköves rész oldalszéllel. Ó, bukás! A Quickstepből. Cavendish. Cavendish a földön. Ez hihetetlen. Az idei évben másodszor száll el neki így a vége fele egy verseny. A kockakövön, a kockakő elején. Félreteszi a kerékpárt. Megvárja a csapatkocsit. Fú, nem kicsit esett, a szemüvege elrepült. Pont viszont itt a kockakő elején. Szerencsére nincs baja, tehát úgy tűnik, hogy semmiét nem fájlalja és tudja folytatni.
többen is lemennek a kockakőről. Á, ott elől. Hát igen, ebből a képből sajnos nem derül ki, mi volt vele. Minden esetre megjött a csapatkocsi. Igen, térjünk vissza ide, mert kevés van hátra. És Kevend is sajnos ebből a versenyből kiszállt. Robéjék viszont mennek. 17 másodperc az előnyük, és úgy tűnik az a támadás, az tényleg nagyon fontos volt. A kockakövet kell bírniuk itt is, meg majd a végén, mert ott kaphatnak igazából sokat. Egyelőre nagyon szépen segítik egymást. Robéban is van már jó néhány verseny ebben az évben, ott volt a Le Samenen, ott volt az Étoile de Bessèges is. Almériát is megjárta. Zakarátó bírja, úgy tűnik Olásék tempóját, itt tud velük menni. Neki aztán tényleg áldás volt, hogy megérkeztek mögötte ők ketten. Ugye Cavendishnek a Classica de Almérián volt a vége fele problémája. Aztán a Samenen 29. a GP Jean-Pierre Monserrén volt második, és most egy bukás. Pedig a második helyezése után nagyon sokan vártak tőle egy újabb jó eredményt. Jönnek Golaség, de ami nagyon nagy kérdés, hogy a főmezőny mennyire van Golaségtól. Ott ugye 38 másodperc volt a különbség, és Golaség csak nagyon lassan tudnak közelíteni. Ők a G2. Nem nagyon látni mögöttük, most tűnnek fel, és ez azért még a főmezőnytől elszakadt csoportot jelenti. Ó, még egy Göring Quickstepes a földön, és ez nagyon súlyos bukásnak tűnik. Ez nagyon-nagyon súlyos bukásnak tűnik. Fú, rájár a rúd a belgákra borzasztóan. Egyébként közben azt számoltam, hogy nagyjából ilyen 11-12 másodperc van még az üldöző csoport és Golaség között, tehát egy olyan 25-30 másodpercre vannak még Godenék. Ez nagyon-nagyon rosszul nézett ki ez a bukás. Remélem, hogy csak rosszul nézett ki, és semmi több. Továbbra is csak az üldöző csoportot írják 14 másodpercre. És ugye itt azért nagyon-nagyon nehéz lesz majd tartani ezt a tempót, mert elég erős a szél és nagyon kitett az út. Az helyzet, hogy az összes közül, aki itt van elől, egyértelműen Godin a legjobb tempómenő. Hétert írják ide közben. Ethan Hétert, ki Mozzatóval szökésben. Eddig nem a Quickstep versenye ezekkel a bukásokkal. Óriásit mennek ők itt ketten, és egyelőre nem jönnek, nem tudnak Héterék közelebb jönni hozzájuk. Viszont Héterékre nagyon jön föl a főmezőny. Tizenöt másodperc az fix, és itt még mindig van egy 6-7. Úgyhogy nagyjából olyan 20-21-2 másodpercre vannak még mindig elől Godenék. Mekkora győzelem lenne, ha ezt meg tudnák csinálni, ha haza tudnának ilyenni. Risbék hozza a vonatot. És mögötte pedig ott van Bjerg. Bjerg ne kerüljön előre szerintem, az, amit Goden szeretne látni, hallani. Már csak 6 másodpercre Héterék, és további 14-re, 13-ra elől lévő Godenék. 3 kilométeren belül. 20 másodperc, 3 kilométered, a vége emelkedik.
és a végén nagyon meg fognak indulni a gyors emberek hátul. És borzalmasan fáradt már Robé és Gauden. De ezt gondoltad volna egy 30 kilométerrel ezelőtt, hogy ebből a szökevény csoportból ketten majdnem hazaérnek? Igen, és ők azért több mint 100 kilométert, sokkal inkább 150-et jönnek szökevényként elől, még hogyha egy 8 fős szökevény csoportról is beszéltünk nagy részt. Tehát ez egy emberfeletti munka, amit ők beletesznek. Most azt írják egyébként a Twitteren, hogy Steimle. Igen, megerősíti a De Koenig Quickstep, hogy Jannik Steimle volt, aki a második bukásban benne belekerült, és aki olyan nagyon ijesztően feküdt ott a földön. Hát adja az Isten, hogy jól legyen. Az nagyon ijesztő volt, nagyon-nagyon ijesztő. 17 másodperc még, és Robé megindul! Robé megindul! Nem akar közösködni Gaudennel! 2 kilométerrel a vége előtt magányosabb ember nincs, mint a kerékpáron. Senki nem szeret valaki mellett lenni, kivéve, hogyha sprintre készül. Robé pedig megy tovább. Na, nyakizmait is beleteszi a tekerésbe. Haza lehet érni. 1700 méterre 17 másodperc. Alig-alig tudtak közelebb jönni az üldözők. De még kemény a vége, ott van a Nokereberg, kockaköves emelkedő. Nézd, hogy ott hagyta Gaudent. Robéban még volt tartalék, elképesztő, ott az 1 kilométeres kapu. Mekkora győzelem lenne ez? Egy olyan napon, amikor egyáltalán nem volt benne a levegőben a hazaérés. Ugye azzal kezdtük a közvetítést, hogy amíg az ember vissza tud emlékezni, ez a verseny, ez mindig mezőnyhajrával ért véget. Hát majd kiszámolják, mikor volt utoljára, hogy a napszökése hazaért. És távolodik, láthatóan távolodik. Gauden kezdi feladni, bár nyilván nem látszik a mozgásán, de sokkal jobban bírja, úgy látszik, Robé. Egy napost még nem nyert soha Robé. Egyetlen profi győzelme van. 2019-ből a Coppi és Bartali emlékversenyen a 4. szakaszt tudta megnyerni. Élete legnagyobb győzelme felé halad, és milyen mezőny ellen, milyen körülmények között nyerhet. Gauden nem fog fölérni. Itt vannak már a kordonok, óriási győzelem felé megy. Ludovic Robé, a Bingol Valloni Brüsszelből. Már nem csak kordonok vannak, már reklámtáblák is vannak. Kezdődik a kockakő. Az utolsó 500 méter, a létező összes izmát megmozgatja. Nem fogja őt senki utolérni. Óriási győzelem lesz ez. Nem csak, hogy őt nem, még Gaudent sem érik utol, akinek szerintem az utóbbi fél órában nem töltött időt a szájában a nyelve. Az utolsó néhány 100 méter van hátra. Hátra néz, és mindjárt teheti fel a kezét. Mögöttük a 3. helyért jön majd a mezőny. 25 méter még. A napszökéséből Ludovic Robé megnyeri a Nokere Kurszét, alig tud ünnepelni, és egy bukás hátul, és az egyik csapattársa esett el. Simán lehet, hogy Timothy Dupont. Ahogy a Bingol Valloni Brüsszelből voltak itt ketten még rajta kívül elől. És igen, Timothy Dupont. Hát majd valamennyi vigasz lesz, hogy a csapat nyert, mert azért a Bingol Valloni Brüsszelnek ez egy nagyon komoly siker. És nem véletlen most, hogy visszagondolva arra az UVX-es pillanatra még 15 kilométerrel ezelőttről, tényleg nem volt meg a főmezőnyben az az összmunka, ami talán kellett volna ahhoz, hogy ezt a szökevény csoportot hamarabb közel hozzák. Robi pedig maximálisan kihasználta. Igen, ez a klasszikus esete annak, hogy elvakszolják hátul. Megvolt az erő, nem volt meg az összhang. Mindenki a másikra várt, néha-néha előre jött a Kubeka Assos, ők próbáltak menni, egy picit dolgozott az UAE, de mindig hiénákkal volt tele a mezőny. Ha valaki elkezdett dolgozni, ezt mindenki csak kihasználni akarta, mindenki más. És így hazaérhetek Ludovic Robé. Mindezt úgy, hogy azért volt egy 8 fős szökevénycsoport, és azért az is kulcspillanat, amikor kettővel a vége előtt úgy döntött, hogy megpróbál elmenni.
És azt gondolom, hogy jól tette, hogy megpróbálta elmenni, mert lehet, hogy fölfelé ezért ő kevésbé bírta itt ezt a kockaköves részt, közelített hozzá Godin elég rendesen. Úgyhogy kellett az az előny, amelyet összeszedett itt az utolsó emelkedő előtt. Úgyhogy a taktika, amelyet felépített, az tökéletesen működött. Látszott, hogy az utolsó 400 méteren tényleg extázisban tekert mindent kiadva magából. Itt van Dupont is. Gratulál neki. Ő volt az első számú esélyes a csapatból, de végül nem ő nyert, de azt gondolom, hogy nem boldogtalan emiatt. Kicsit megütötte magát. Már ugye itt fölfele a kockakövön azért alacsonyabb a tempó, mint amikor valaki egy normál, sík sprintben bukik. Egész nap nagyon jó volt a Bingol Valloni Brüsszel, egész nap. Jól helyezkedtek, ott voltak hárman az első csoportban. Plusz még ugye elő Robé. És egyébként egy családi történetnek egy nagyon fontos pontja ez, mert az édesapja, Patrick Robé is kerékpáros volt. Két Tour de France-on indult még a 90-es években, soha nem nyert. Ugye szakaszt már sikerült nyernie Robénak, de most van egy egynapos győzelme. Úgyhogy apuval lehet majd ünnepelni. És gondolj vissza arra, hogy ha találkozol olyan kerékpár rajongóval, aki nem ismer senkit a mezőnyből, csak úgy szereti az egésznek a feelingét. Mi az első dolog, ami szinte mindegyikükben közös, hogy szurkol a szökésnek. És ez ma egy olyan nap, aminek szurkol a sok-sok kerékpár rajongó, hogy érje haza valaki a napszökéséből, akik egész nap dagasztották elől a sarat, nyelték a szelet, rázódtak a kockakövön. Most megérte. És valóban, ahogy említetted, volt ott egy támadás a vége fele, amire azt szoktuk mondani, hogy ez az ilyen halott rángatózás, amikor már mindjárt utolérik, de azért még megindul. És ő hitt benne, volt még benne energia, itt látjuk még egyszer. Jó, hogy volt bukós is a Timothy Dupont fején. Aha, ott új, ott volt egy majdnem nagy bukás. Capio esett el majdnem, és itt végül Hulgaard elől, ha minden igaz, nem Hulgaard, ő Halvorsen az Uno X-ből, és elhozza a harmadik helyet. Van Marke ott kívül, nagyon jön Van Marke, nagyon jön. Stuart is ott belül, itt a bukás, és most indul meg Mősz, de nem Mőszé a harmadik hely, hanem 146-ossal Mozzato, aki ugye még próbált szökni, és ő ott maradt az elejében. Igen, és az Uno X-nek végül, ha nem is lett top 5-ös helye, de azért a top 10-be sikerült egy pozíciót összeszedni, azok után, hogy mennyit dolgozott a csapat mezőnyben végig. A Quickstep valamilyen szinten azt gondolom az egy csalódás, ha azt vesszük, hogy mit vártak a csapattól, de nyilván ebben a két bukás itt a végén komoly szerepet játszott. Itt ilyen Cavendish. Jó van, ő rendben van. Sajnos, aki mellette látunk, ő Stales, és nem Steimle. Úgyhogy egyelőre várjuk az információt, hogy mi van vele. Ő a második dekönénkesek közül, aki bukott. És hát az, amihez vissza lehet kapcsolódni, és ugye még a műsor elején mondtuk, hogy egy célja a versenynek, és Des Louvere, a rendezvény szervező azt mondta, hogy ebbe az irányba indulnának el, az azért itt megvalósult, hogy ne mezőnyhajrával záruljon a Nokere-Corse, hanem legyenek szökések, és próbálják meg egy nehezebb irányba, egy megterhelőbb irányba elvinni a versenyt. Az most az időjárásnak köszönhetően megvalósult. A nagy esélyesek közül ugye Jake Stewart bejön végül a hatodik helyre, a Borában Mősz sprintelt egy negyedik helyjel, és Halvorsen nyolcadik helye az Uno eredménye. Az év elején azért Mősz nevét kezdjük megjegyezni. Stewart megint jó. Ki
kicsi szünet, és utána még jövünk vissza. Ez a nokerei templom, amiben egyébként a híres Van Petegem család egyik orgonája található, nem az a Van Petegem család, amelynek a gyermeke olyan kegyetlenül jó egynapos versenyző volt, ez egy másik Van Petegem család, ők is jók valamivel, ők orgonát készítenek. És elméletileg, amit most látunk, az egy összefoglaló, méghozzá még a férfi versenyről. Ez az a 8 fős szökevénycsoport, amely viszonylag korán kialakult, és volt 4,5 perces előnyük is a főmezőnnyel szemben, de az az igazság, hogy valahogy úgy, mint a főmezőny, talán mi sem vettük egészen komolyan őket, hiszen azért főleg fiatalokból állt, és nagyobb eredmény nélkül rendelkezőkből állt ez a szökevénycsoport. A főmezőny elsősorban az Uno X révén próbált azért közelíteni, és nagy rész 2,5 perc távolságban tartotta őket. Itt rengeteget dolgozott az Uno X, és ki is alakult egyébként az oldalszélnek köszönhetően egy szakadás elől, melyben elsősorban Van Márke és az Izrael próbált dolgozni. Majd gyakorlatilag 10 kilométerre a vége előtt, amikor fél percre megközelítette a szökevénycsoportot a főmezőny, akkor eltávolodott Robi és Goden, míg a mögöttük lévő csoportban Cavendish bukott egy nagyot. Szerencsére be tudta fejezni, ő sérült meg komolyabban. Majd 2,5 perccel a vége előtt az elszakadó Robi el tudott lépni, és innentől kezdve már szinte vissza sem nézett, elképesztő energiákat mozgósítva karrierje legnagyobb sikerét érte el. Ugyan az utolsó emelkedő már nagyon közelítette a mögöttük lévő nagyobb csoport, nevezzük főmezőnynek, de ezt a távolságot már nem tudták ledolgozni, úgyhogy Robi megnyerte Nokerekurszét. Most a végén még a csapattársa Timothy Dupont bukott, de komolyabb következmények nélkül. Ugye Deceuninck Quickstep korábban megerősítette, hogy Jannik Steinle esett el és feküdt a földön. Annyit írtak, hogy ha bármi hírük van, akkor azt egyből közölni fogják. Egyelőre ennél többet nem lehet tudni róla. Est-ce que vous pouvez décrire les deux derniers kilomètres? Leírnád az utolsó két kilométert? D'être tout seul devant et de se dire c'est possible, je vais pouvoir gagner enfin. Nagyon örültem, hogy egyedül tudtam lenni a végén. Nyertem már korábban, de ma nagyon jó érzések voltak bennem. Tavaly év is különleges volt számomra. Elég sok verseny elmaradt. Ez egy nagy győzelem számomra. Ja, azt nézegettük Szatyival pont itt a reklámszünet alatt, hogy tavaly egyetlen győzelmet sem szerzett a Bingol Valloni Brüsszel, és egyébként is olyan 5 és 10, vagy inkább azt mondom, 5 és 8 közé esik az éves győzelmek száma. Idén már van egy sikerük Timothy Dupontnak köszönhetően, ez most a második. Igen, szépen haladnak, hát ez pedig a legszebb, amit ma látunk. Figyelj, kastély lóversenypályával. Ott tanulhat a gyerek vezetni körbe-körbe. Aztán, ha nagyon elnéz valamit, akkor tornácra beszáll. Várjuk a díjkiosztót, miközben egy picit most már azért távolabb is repültünk a verseny szűk környezetétől. Megnézzük például a kiinduló város szépségeit. Azért itt a napelemmel nem spóroltak, és akkor jöhet a díjkiosztó, itt még robotok nélkül. Itt még robotok nélkül, saját magukkal hozott virágcsokorral. Luca Mozzato, aki a végén ugye Ethan Hayterrel indult meg, és végül is megérte. Megérte próbálkozni, mert annyi előnye még volt az emelkedőn, hogy nem érték utol, nem darálta be teljesen a mezőny, és maradt benne annyi kraft, hogy ott fölfele a kockakövön maga mögött tartson mindenkit. Goden, aki végre behúzhatja a nyelvét a szájába, óriásit küzdött le a kalappal előtte, és egy sokkal magasabb, nagyobb termet is rád, sokkal inkább a sík terep fekszik neki, és azért tegyük hozzá, ő is kellett Robi győzelméhez, hogy volt kivel Robinak összedolgoznia a végén. Ugye ő képviselte a rutint, 34
évével. És a nagy győztes, a nap nagy győztese, Robi érkezik. Maradt még benne Kraft az emelkedőre, és nagyon szépen összedolgoztak Godennel, és Goden előtt még egyszer le a kalappal, mert azért valószínűleg érezte, hasonlítsák össze a két versenyző testalkatát, szóval valószínűleg érezte, hogy jó eséllyel Robi gyorsabban fog fölfele menni a kockaköves emelkedő, mint ő, mégis beletett anyait, apait, összedolgoztak, és bízott valamiféle csodában. Ez a csoda most nem jött, de így is dobogón állhat. Tessék pesgőzni, szólt az utasítás. Megnézi, milyen évjárat, ezt inkább hazaviszem. Megisszuk otthon. A robotra majd valószínűleg vigyázni kell pesgőzésnél. Lehet, hogy vízhatlan robot lesz. Le kell majd utólag pucolni. Ó, milyen szép kis díjat kapnak. Na, ráveszik, hogy bontsa ki, nem bontja ki. Lett neki még egy? Ja, hogy van kicsi is, amivel lehet locsolkodni, és van nagy, amit haza lehet vinni. Ki van ezt találva? Látszik, hogy ki a legfáradtabb. Ez most a fotósokra ment. Még egy slúk is belefért. Cheers! Hát megvan ez komponálva, figyelj! Locsolkodás, belekortyolás, kocintás. Csak nincs itt senki, az a baj. Az út túloldalán ott állnak a fotósok. Na, még össze is állnak, pedig az ölelkezés és az ehhez hasonló dolgok az. Jó, hát mondjuk definiáljuk az ölelkezést. Hát, az egy karral történő átölelés, az még lehet, hogy nem az. UCI szabályok szerint. Ha a két kar U alakot formáz, és az U alak középvonalán található a másik személy, akkor számít ölelgetésnek. Hát találunk még kastélyt azért, hogyha sokáig tart a várakozás. Medence is van. Kis parkolót elől a barátaidnak. Kis medence, nagy medence, és... Na, ezt vártuk, mert hogy akkor megnézzük, mi történt a női versenyen ma. Így van, mert volt női verseny is még hozzá, a Nokere történetében mindössze másodszor 2019-ben rendezték az elsőt, aztán a Covid miatt elmaradt a 2020-as, csak úgy, mint a férfiaknál, és idén lehetett másodszor megrendezni magát a versenyt. Lorena Wiebes nyert egyébként 2019-ben Lisa Klein és Lotte Kopecky előtt, és itt most egy kifejezetten erős mezőny jött össze a hölgyeknél. Egy olyan erős mezőny, amelyben azért leginkább az SD Works csapatára kellett figyelni, no meg a trackre, hiszen az SD Works azért eddig minden női versenyen dominált, Dora Kenyuel-lel, Fournier-vel, Maier Russell, Amy Peters-el és Nunekennel érkeztek. Itt a Valkár csapatát láthatjuk, akik a rózsaszín szerelésben. A Tipco csapata, ahol Méri Jonaminet neve lehet talán a legismerősebb, de Bea Dixon vagy Nina Kessler is a csapatot erősíti. És itt az SD Works csapata, amely tényleg nagyon erős kerettel rendelkezik, és esélyesebb volt ezen a versenyen. Látható ezeken a képeken is, hogy ők is megkapták a rossz időt, fújt a szél, hideg volt a csapat bemutatónál. Szeretizit VNT Pro Cycling csapatából Confalonieri számított azért kifejezetten esélyesnek, a Canyon SRAM-ből pedig a németek Lisa Klein vagy Anna Ludwig mellett Alice Barnes. Tiffany Cromwell, Jessica Allen.
Elis Shabi, svájci doktornő, aki praktizál is amellett, hogy profi versenyző lenne, és a Covid idején nagyon fontos szerepe volt. Bike Exchange-ben Mariana Fidanzát mutatják be, de ugye Sararoy, Amanda Spratt, egy új csapat, egy új csapat a Movistar, a nőgyeknél a Norsgaard-dal, norvég, pontosabban a dán bajnok nővel, és a DSM csapata Lorena Wiebes-szel, Berg Kirkmannal, éppen a holland Lore Mackay-jal szintén nagyon erős, és a Speedworks egyik legnagyobb ellenfelének számított ezen a versenyen. Hát ott, hogy azért készültek sárvédővel is a versenyzők, ugyanis már itt a rajtnál lehetett látni, hogy lehetett tudni, hogy esni fog. Norsgaard még egy kis beszélgetés az elején, mutatta, hogy milyen hideg van. Rövidebb táv, 120 kilométer várt rájuk a 195 kilométerével szemben, de ezt már megszokhattuk azért a női versenyeken. Viszont a korai kezdésnek köszönhetően valószínűleg cudarabb időt fogtak ki, ahogy mondtad is. Talán erősebb is volt egy kicsit a szél, de mindenképpen hidegebb volt nekik. És akkor a rajt pillanata. Ugye ugyanúgy Deinzéből indultak, Kruisen volt a célállomás. A hölgyeknek 120 kilométert kellett megtennie. Még a szokásos neutralizált rajt. És a vizes kocka kövek. Íme a női verseny útvonala. Gyakorlatilag az elején pontosan ugyanazt az útvonalat követte, mint a férfi versenyé. És ugye annyi a különbség, hogy ők nem mentek le arra a nagy körre, amit a fiúk megcsináltak Nokerétől délre, hanem csináltak egy kört Nokere környékén, amit a férfi versenyen is láttunk, és aztán volt nekik még egy kis kör, amiben három kockaköves rész szerepelt, viszont a legnehezebb kockaköves részek ebben az utolsó körben már nem voltak benne, a Lange Astrát, illetve a Huize Pont Vég. Igen, pont az utóbbi, a leghosszabb kockaköves szakasz. Norsgaard bal térdén látszik, hogy ő bizony rögtön az elején elég komoly bukásban volt benne, annak is csoda, hogy egyáltalán tudta tartani a tempót itt a mondjuk úgy főmezőnyel, amely az elmenő hármast próbálta utolérni. Darabokban már a mezőny, amikor látjuk, hogy mi is történik. Audrey Cordon-Rago hozta ezt a csoportot a trackből, a francia bajnok. És hárman mellől az SD Works csapatából Amy Peters ebben a lilás, ciklámenes színű szerelésben. De ott van Lisa Klein is. És Chris Brown, ha minden igaz, a Team Bike Exchange-ből. Igen. Itt az utolsó előtti áthaladás. Jól indul itt elől az SD Works-ből. Ugyanaz a befutó, ugyanaz a Nokereberg, amire a fiúknak is föl kellett mászni. Világbajnok is, Amel Dideriksen, ő ment tempót, a track nagyon erős csapattal érkezett, Cordon-Rago, Dideriksen, Chloe Hoskins, rutinos Trixie Vorak. És egy bő 20 másodperces előnyben a három szökevény, akkor amikor 23 kilométer volt hátra, tehát összehasonlítjuk a fiúk versenyével, jól hamarabb sikerült a szökevényeket közel hozni. Éppen dolgoznak össze, elől ezen a ilyen kerékpáron Race Brown. Brownnak két második helyjel kezdődött a szezon az ausztrál bajnokságon, az időfutamban és a mezőnyversenyben is, és ott volt a női omlópom, ahol 8. lett.
Amy Peters a legrutinosabb megy most elől. Korábbi Európa-bajnok 2019-ben nyerte meg az EB-t. Több más nagyon fontos győzelme van idén. Például a pontversenyt tudta megnyerni a Helsi Aging Touron, amely gyakorlatilag a Irina Adriaticoval párhuzamosan zajló verseny volt. Trek pedig üldözi őket hátul. Ugye Lisa Klein a harmadik hölgy itt elől, ő az omlópon kezdte az idei szezont, aztán a Healthy Aging Touron a hatodik lett az összetetben, az Öttingeni nagy díjon 12., és utána jött ide a Dani Littnoker a kurszéra. Trek dolgozik elsősorban. Próbálják közelebb hozni a főmezőin a szökéshez. Viszont ami érdekes, hogy a különbség nem nagyon csökken. Jönnek a válkárosok is ott az elejében. Lehetett látni Eliza Balzámót. Lotta Kopeck is, a jobb oldalon belga bajnok nőként. Belga mezben, belga szerelésben. És ott a háttérben megjelennek az eskanyar előtt. Ez a 20-23 másodperc nem igazán sok, de úgy tűnik, hogy a főmezőnyben nincs igazából egyetértés. A Trek dolgozna, de semmiféle segítséget nem kap a többi csapattól. Az, hogy mondjuk a Team Bike Exchange vagy a SD Works nem dolgozik, ebben az esetben teljes mértékben érthető. A válkárosok sem nevezhetők boldognak. Gyakorlatilag ordibál a rádióba. Hát Bázámóék megpróbáltak mindent itt a végén, viszont a különbség nem nagyon akart csökkenni. Sőt, már majdnem fél perc ekkor. Amanda Spratt, kit itt láttuk még az elejében. Ő az ausztrál bajnok, Didericsen is folyamatosan ott volt. Azért 14-jel a vége előtt ugrunk picit az időben. Nagyjából 4 kilométerrel később már fele annyi a különbség. Igen, megy is a hátrafelé nézelődés, nem feltétlenül bíznak magukban, hogy ezt az előnyt ezt föl tudják tartani. Itt Kopecky a közeli képen. Az egyik nagy esélyes ennek a versenynek, főleg, hogyha mezőny hajrára kerül a sor. Kiválóan sprintel Lotte Kopecky, a Liv Racing versenyzője. Vannak még segítői csapattársai is elől. Az első csoportban volt még akkor Alice Barnes, de egyike azoknak, akik két éven keresztül lehetnek nemzeti bajnokok, mert a brit bajnokság elmaradt tavaly a koronavírus miatt, nem pótolták be. Ő még a 2019-ben szerzett bajnoki trikójában tekerhetett. A Trek és a Válkár újra megpróbálja egy picit erősebb tempóban hozni a többieket. De az utolsó kör előtt ez a 10-12 másodperces különbség, ez még fennáll. A Nokereberg. Az a helyzet, hogy azért ott volt egy 4 kilométer, amikor nagyon durván rájuk lépett a főmezőny. Viszont azt megint tudják tartani. Utolsó kör, és ugye ez már nem a 30 kilométeres kör, hanem itt Nokere környékén egy kisebb. Folyamatosan látó távolságban a mezőny. Azért három nagyon jó versenyző van itt szökésben, ezt ne felejtsük el. És ugye női versenyhez szokott nézőink pontosan tudják, hogy ott azért olyan szintű csapat, munka, olyan erős csapatok nincsenek, mint a férfiaknál, hogy mondjuk egy sor megérkezzen 3-4 versenyzővel előre. Látható, hogy a trekkesek rengeteg munkát tesznek bele.
De ez 20 másodperc. Úgyhogy visszaállt az, amit láttunk korábban. Egy felirat volt rossz. Hát. Valószínűleg a felirat volt rossz. Azért a sík részeken lehetett látni, hogy haladt az első hármas. Az oldalszélítés fő tényező volt, próbáltak úgy állni, hogy segítsék egymást elől. Mögöttük viszont továbbra is inkább egy picit talán egymást figyelik. Mindig két emberrel elől az SD Works. Igen, Majerus próbált egy picit előre lopózni, a luxemburgi bajnok, de ő valószínűleg nem fogja felhozni a főmezőnyt, hiszen Emi Peters csapattársként itt van elől. És már fél percre növelik 8-al a vége előtt a különbséget ezen a kocka köves részen. Emi Peters megy elől. De most, hogy mondod, hogy Majerus is ott van, akkor hárman vannak még a mezőnyben az SD Works-osok ott az elejében, és ugye Peters az elejében. Most Klein megy elől, és mögötte Peters. A lányok is próbálják a út szélén használni a kockakövet, hát ott egy picit kevésbé rázós, de hát ez ráz mindenhol. Most jön meg előre Barnes újra. És hiába az extra meló, egyszerűen nem tudnak közelebb jönni, már pedig 8 kilométerrel a vége előtt. Nagyon hasonló a helyzet, mint a fiúknál. Itt összmunkára lenne szükség, és arra, hogy próbálják minél közelebb hozni az előttük lévőket, de úgy tűnik a körülmények, a kockakő, a nedves terep és a szél, az nem az üldözőknek dolgozik. Most is mint egy pillanatra megálltak volna itt a szűkebb részen. És ez pedig mind-mind jó ennek a hármasnak. Vibesz egyik embere, hogyha minden igaz, akkor Susan Andersen próbált még dolgozni. A DSM is tett bele azért munkát. Belül az utolsó 3 kilométeren, és itt már azért érzékelhető volt, hogy ha ezt megelőző 15 kilométeren nem sikerült közelebb kerülni a főmezőnek, akkor nem itt. Ezen az utolsó hárman fogják hirtelen megenni ezt a fél percet. Egyre inkább elhihették ők hárman, hogy egymás között rendezhetik majd el a dobogót. És a kérdés az az volt, hogy mikor bomlik meg az az egység, amely tökéletesen működött itt az utolsó nórában. Itt még nagyon szépen összedolgoznak. Nem csak az óra volt rossz szerintem, mert ha megnézed, most szemre is messzebb vannak tőlük, mint amikor azt a tizen pár másodpercet írták ki. Valószínűleg annyira azért nem közelítették meg őket, de hát emlékezz vissza, hogy ott a Nokerebergen, hogy látszott, meg korábban is, hogy látszott mögöttük a főmezőny, amikor ők is nézelődtek hátra, ehhez képest itt most, ahogy a kanyarokban eltűnnek, nem látszik mögöttük senki. Még hátra néz, és Reon azért konstatálja, hogy elég nagy a távolság a mögöttük jövőköz képest, gyakorlatilag nem is láthatott még senkit a kanyarban, a motorost. Másfél kilométer és fél perc. Pici igazítás még Emi Petersnél itt hátul. Ő már készül arra az utolsó nagy erő kifejtésre, a sprintre, amely döntő lehet. Itt van az egy kilométeres kapu nekik is. Tehát egy negyed óra, 20 perccel ezelőtt láttuk Robét befordulni. Hátszelet kaptak a végén, itt most a zászlón jól látszott. Ez is segítette valószínűleg őket, hogy a mezőny előtt tudjanak maradni. De hát végig nagyon-nagyon erősek voltak, és ahogy említetted, szépen együtt dolgoztak. Az összeveszést azt meghagyták a végére. És itt már gyakorlatilag az utolsó kilométeren belül azért az látszik, hogy Brownnak extra munkát kellett elvégeznie,
ő megy elő szinte végig, miközben nagyon ügyesen Amy Peters megbújik kettejük mögött. Jól helyezkedve. Brown már vissza is néz és kérne egy kis segítséget. Klein és Peters célárnyékban utazgat az utolsó kilométerre. Más kérdés, hogy számít az, hogy az utolsó kanyarban majd ki hogyan helyezkedik, de azért itt hármójuknál nem mezőnyről beszélünk, ez a helyezkedés azért talán egy picit eltörpül. Itt jön egy kis emelkedő már. És ez pedig a Nokereberg. Na nézzük akkor a végét. És ebben a pillanatban még Brown ott tud elől menni, Klein már egy picit hátrébb szorul, Peters pedig úgy tűnik, hogy képes tempót menni Brownnal. Ebben a pillanatban pedig Peters megindítja a hajráját, és ez már Brownnak lehet, hogy sok egy kerékpárnyi előnye van Petersnek, és az arc kifejezése is arról árulkodik, hogy ez bizony az övé lesz. Amy Peters nyeri meg a második női nokerekorszét. Mondanám, hogy remekül helyezkedett, de igazából erős volt, és ez a fontosabb. Miközben jön a mezőny hajrá mögöttük. Kopecky a belga trikóban és Norsgaard mellette. Itt erőből úgy tűnik, hogy Kopecky a leggyorsabb, és ő jön be ebből a sprintből a negyedik helyre, és nagyon sajnálhatja, hogy nem sikerült a főmezőnek utolérnie a többieket, mert valószínűleg ő lett volna a legesélyesebb a sprintben saját közönsége előtt, már ha lehet közönségről beszélni. Vibes az ötödik, a címvédő. Jolindóra hatodik, Confalonieri jött be végül a hetedik helyre, Norsgaard, Bastianelli és Majerus az első tíz. Hát ez szép munka volt, így kell összedolgozni három embernek, és tényleg a végén pedig nem lehetett kérdés. Szóval Amy Peters jól tette a kereket, jól érezte, hogy Grace Brownnal menni kell, Klein elfogyott már az utolsó emelkedőre. Viszont ha ezt előről indítja, valószínűleg akkor is megnyeri Peters, mert erősebb volt. És ami érdekes, a közeli képeken látszott, hogy zuhogott az eső. Úgy jöttek be a végén, úgyhogy nem lehetett ez könnyű itt a kockaköveken. Peters pedig megcsinálta. Grace Brown jól bírta, de annyira nem, mint Peters. Lehet, hogy sokat számított a végén az a kis pihenő is Peterstől. Amy Peters. Gefeliciteerd met jouw zege. Het zag er een heel harde en lastige dag uit op de fiets. Na, az interjú úgy döntött, hogy nem akar elhangozni, úgyhogy búcsúzunk méghozzá a Nokerei kastéllyal. Láttunk pár szép kastélyt, ma meg láttunk pár szép versenyt is. Ami a folytatást illeti, pénteken lesz legközelebb kerékpár itt az Eurosporton. Méghozzá a Coxide-i verseny, Bredene Coxide Classic, és aztán természetesen szombaton Milano-Sanremo, és hétfőn pedig indul a katalán kör, de előtte majd még vasárnap lesz egy Trofeo Alfredo Binda. Úgyhogy tartsanak velünk a következő napokban, és legközelebb, tehát pénteken várjuk Önöket. Köszönjük a figyelmüket, Szatmári Attilát és Antos Andrást hallották. Viszont hallásra!